6 óra 7 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ked van? Ezt most nem tudom pontosan. Ked. Jó, jó reggelt. Hello, Laci. Ked van. Szia, Bocsi, jó reggelt. Jó reggelt. Hello, Gyuri. Jó reggelt. Sziasztok. Anne. Jó reggelt. Ked van. Szia, köszönöm. Szia. Köszönöm. Igen, hát benned bízhatok. Igen. Celsius, napok, évfordulók, visszaszámlálások, ezek mind-mind ott vannak nálad biztos helyen. És mindig, minden nap készülök is neked ezzel. Igen, nagyon cuki vagy. Itt van nálam egyébként már. Köszönöm szépen. Igen, el is kezdhetjük, de először inkább SMS-ekkel kezdjük. Jó reggelt, december! Jó reggelt, barátaim, a McLaren-es. Bizony. Na, látod, a McLaren-es bejelentette a hónapot nekünk, mert hogy december 1-e van. Ilyenkor ki lehet a gyereknek tenni az adventi naptárt, nem? Hát csak ki is kell, nem? De. Nálunk ilyen éjszakai rohangálás volt, hogy ojjaj, akkor hogy lesz, akkor ott van a kamra, mi ki. Ezékeltett fel a feleséget 1:30-kor? Azt hiszem, igen. Tényleg ezért. Most jut eszembe, mert nem advent. Voltam magamnál. Advent, az advent megszállta. Laci, advent van. 1:30-kor annyira örültem az adventnek, hogy sok mindent kívántam. Jézuska megszórta az advent porjával a drága feleségedet, aki felkeltette a hajnalozó munkás férjét. Még a hárfát is hallottam a háttérben. Advent van. Miért nem keltetted fel te is 4-kor, mikor keltél újra, hogy advent van, kicsim, advent van. Kösz a tippet, én már tudom holnap reggel, hogy nem rossz. Nem rossz. Na, advent van. Gyuri, amikor te kicsi gyerek voltál, akkor te bontogattál valamit december 24-ig? Hát hogyne, kalendárium volt. Volt neked is. Minden ablakot kinyitottam minden reggel. Óriási volt. Az óriási. Én is imádtam. Aha. Azt nagyon-nagyon szerettem. Akkor még ugyanaz volt mindegyikbe. És ráadásul nem igaz. A csokit ugyanúgy öntötték abban a műanyag labban, ilyen lapos mikulások voltak. Az eleje domború volt, a hátulja meg lapos. Igen, vagy az fordítva, igaz. A lapos felével volt kifelé. Igen. Azt belehúzták egy ilyen kartonba, azt nesze kisfiam. Ez volt a szocializmus. De ez hihetetlen, hogy ezt is elrontja, nem? A jó lovászúr. Tehát neked semmi nem ez szép. Ez a valóság. Hát azért az nem szép, tehát azért ne kezdjük el szeretni. Az adventi naptár, amikor csokikat, és akkor a 24-én a legnagyobb csoki van benne, valamilyen üstökös, vagy csillag, vagy valami ilyesmi. Tényleg? Nekem és neked volt. Ez nem. Ugyanaz ez volt minden nap. Te túl cinikusan állsz a világhoz. Lehet. Megtanítottak rá a szüleim azzal, ahogy neveltek. Te mit csomagoltál gyerekkorodban? Gyerekkoromban mit csomagoltam? Hát a füzeteimet. Ez advent, 24 füzetet be kell csomagolnod. Minden napra volt egy, igen, hogy a második fél évet úgy kezdjem az áltiban. Advent a lovászéknál, csomagolod a füzeteket, Lacika. Csodálatos. Vinyetta, 2B. Jézusom. Ez volt. Na, jó reggelt, főni üzenik a jelenléti íven a nevem mellé, bigyesz egy pipát, kérlek. Szép napot kívánok mindenkinek, Árpika. Árpika, nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük még egyszer, tegnap átvettük a gyönyörű bögrés ajándékokat, a kreatív munkádat, imádjuk. Igen, ott van fent a Facebookon, ahol egyébként most pedig élőben vagyunk. Ja. Az év utolsó hónapjának ez az első napja, várta ezt a gyermekeknek apraja és nagyja. Hát, a vinyettás csávó. Kezdődjön a december, essen már a hó is, 6 óra 8 perc van, kezd a bocskorsó is. Jó! Ez jó, Dobre Morgan Tonyó, jó, tetszik. Fejlődés van. Sziasztok, szép reggelt, Istenek, Kati vagyok Pirisről, rossz hírrel jövök, a régi négyesen, Vecsésnél hatalmas baleset van, mindenki vezessen ott óvatosan, 2 tűzoltó és 3 mentőautó áll, borzasztó állapotban vannak az autók, legyen mindenkinek szép napja, óvatosak, vigyázunk egymásra, stb. Tehát ez a négyes út Vecsésnél. Ott van ez a hatalmas baleset. Köszönjük szépen. Jó, na, hát Anett írt. Ó, milyen szép. Itt van Acika, a vizuális felelősünk, aki az első meggyújtott gyertyával kedveskedik nekünk a digitális adventi koszorún. Már azt hittem, hogy én vagyok. Ó, milyen szép. Tudod, hogy nekem mondod. Hát most nem tudom, ha balra nézek, jobbra nézek. Szebb a gyertya? Nem, szép vagy. Hát Anett, hát mindig szép vagy, csak téged nem gyújtunk meg. Hál' Istennek. Több okból sem. Na, lesz minden a héten egy kis ősz, egy kis tél, egy kis tavasz is, amit nem mellesleg a Mikuláshoz majd. Ma a meteorológiai tél első napján valószínűleg borongós időnk lesz, de a déli megyékben láthatjuk a napot, délutánra javul a helyzet, és a déli országrészhez csatlakozik a keleti és az északi is. Ezeken a helyeken viszonylag sokszor bújik majd elő a nap, a felhők mögül. Ja, hogy onnan? Jó, köszi, Anne. Nézem, hogy hova tart még a mondat. Tudod, így előre olvasok a szememmel. Bújhat elő a nap. Mit ír még? Ja, a felhők mögül. Igen. Igen. Mint a moziban, amikor besétálnak, hogy próbálod kikerülni, és a nap is ezt csinálja a felhőkkel. Ja, -1 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, és ma Elza napot ünneplünk. Valakinek? Nekem csak Noelza. A jégvarázs. Ja, a jégvarázs, tényleg. Ó, imádtam. Nem szólalok meg. Hát persze, hogy nem szólalsz meg, hát téged akkor is bottal vertek. Legyen hó, pif!
Lacika így letörölte a párás ablakot Kecskeméten. Hát, ha esik a hó, aj, esik a hó, bám! Akkora füles. Épp éneket volna egy kis gyerekdalt a vékony hangján, és dir! Na, milyen kis vékony hangom volt. Egyébként a tévéről töröltem a párát. Azt hittem, hogy a... Ja, az se volt bedugva? Nem. Na, gyerekek, akár hiszitek, akár nem, ez egy évforduló. Ma van a rádiózás napja, legalábbis Magyarországon. 1925-ben indult folyamatos magyarországi rádiósugárzás ezen a napon először. Na bírnám, ha megírnák SMS-be, hogy én már akkor hallgattalak, bocsi. Akkor már volt áram? 1925-ben? Nem, anyósomat szoktam ezzel bosszantani. Ja, értem. Bíf, Lacika, megint egy pofon, tessék. És most már anyósom. És most már anyósod ver. Így van. Na, rádiózás napja. Nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Mi rádiózunk, de ennyi? Tehát nem tudom, ilyenkor valahogy más ünneplőbe öltözik a lelked, vagy mi van ilyenkor? Nem tudtam, én eddig, amíg Anettnél ezt nem olvastam, nem tudtam, hogy ez van, de most már örülök. Pedig azért évek óta ünneplik december 1-én. Kik? Hát mondjuk a rádió. Soha nem láttam virágkarnevált, vagy bármi. Így van, Novotny Zoltánt, nem tudom, nemzeti feldíszítve. Legalább lenne egy buli, egy nagy közös buli, nem? Hát de csináljunk, itt most reggel. Te rádiósnak tartod magad? Csak kérdezem. Én nem, de téged igen. És én veled... Figyelj, most átjöttél Laciról rám. Csak hogy ki ünnepelhet itt joggal. Ha írjuk a meghívókat a bulira, akkor hányat írjuk mégis. Jó, de én szeretem meghívni magam. Anett, mint vendég. Ja, és ezen a napon, ha élne, ünnepelni 71. születésnapját a drága jó Pablo Escobar. Kolumbiai drogbáró, ez volna a névjegyén. Vajon, hogy ünnepelne? Hát vajon... Igen. Vajon? Jaj, na jó, ez ilyenkor nem illik mondani, nem egy halott drogbárónak, hogy boldog szülinapot. Nem. Hát meg a drogbárta élne se. Nem, miért? Hát azért azt is anya szült, tehát valószínűleg a drága jó Pablóval jobban bántak a szülei, mint veled. De, na, milyen lenne a rádiózás napján köszöntenénk a még élő drogbárókat? Szerintem az nem jó. Nem jó üzenet. Jó, de ők más kultúrkörben nőttek fel. Ők nem tartották ezt bűnnek. Tehát ezt mindenben legyél megbocsátó, Laci. Főleg most az első advent. Egyébként igazad van. Oda fogok figyelni ma. Megbocsátom. Így van, nem kell minden drogbárót elítélni. Már hogy nem törvényileg, hanem... Nem törvényileg, hanem a lelkedben, hanem emberileg. Törvényileg, igen, lélekben nem. Jó, erre fogok figyelni. Nem árt őket elítélni lélekben sem. Milyen? Nem. Megbocsátás, ezt mondta a pápa is. Szép dolog, de azért vannak dolgok, amiket nem kéne. Egy drogbárónak ne bocsássunk hát meg. Hát téged nem így ismerlek. Ennél megbocsátóbbnak? Nem, hanem hogy a... Ja, nem mondjak ilyet. Miért? Ja jó, semmi, befejeztem, senkit nem akarok gyanúba keverni. Úgy érzem, hogy két részre szakadt a stúdió. Nem baj, akkor viszont... ügyben. Nem, beszéljünk, meg volt az időjárás Anett részéről, itt van Gyuri részéről. Makó Gyuri, tudod, hogy nyilván az első asszociáció mindig a hagyma, de nem fogaljunk, nem tudod, hol van. De Szeged környéket, Makót mindenki tudja. Hát meg a Szalsza Tánc Együttes. Azt múltkor tisztáztuk, hogy Makón van. Ja, ahol mész majd, és azt írtak ide, előadod. Így van veled. Így van. -2 fok van ott, +2 lesz sok felhővel. Kőszeg, hát ez oké. Okay. -1, +2. Mohács. Gyuri, hol van Mohács? Hát Pécs környéke Mohács. Így van. Te voltál már ezen a járáson, a busók járásán? Nem, ez nem az én világom. Nekem sem az én világom. Miért nem? Mi? Miért nem? Tök jó lehet. Lehet. Hát gyerekkorodban elvittek oda? Nem, füzetet csomagoltam. És állarc nélkül beneveztek? Laci, neked olyan busú arcod van amúgy. Miért tudtam, hogy amikor benne van az időjárás jelentésben, hogy Mohács, -2 fok, akkor az lesz a vége, hogy állarc nélkül voltam busójáráson. 3 lesz a csúcs, okay. Budapest -1 fokos, és 3 lesz a csúcs pluszban. Jó, gyerekek, hát vannak érdekes témáink. Képzeljétek el, hogy én szerintem nincs olyan magyar sajtóorgánum, amely ne ezzel foglalkozna. De ezt most tök komolyan mondom, mindenhol erről szólnak a hírek, hogy Magyarország leghosszabb ideig tartó sorozata lezárul, bezárják, befejezik, véget ér. 22 vagy 23 év megoszlanak a vélemények. Valami ilyesmi, igen. 1998-ban kezdték el forgatni. Rengeteg háztartásba, családba beköltözött, mindenkinek bizony van kedvence, aztán vannak barátok közt tagadók, és vannak barátok közt hívők. Mi van?
Hát, hogy a barátok közt tagadók, ez jól hangzott. Hát az vagyok én. Nem tagadom a barátok köztet, csak én tényleg, ez őszintén mondom, és lehet, hogy az én hibám, hogy én nem néztem meg egyetlen egy epizódot sem úgy, hogy elejétől végéig. Néha elkaptam, és én így a szereplőkkel nem is nagyon voltam tisztában, de tudtam az arcokról, hogy ő barátok köztös, meg ő barátok köztös, de amúgy nem. Aztán vannak, és mások meg rajongva mesélik, hogy ez történt, az történt. Emlékszem, hogy bulvárlapok címlapján a barátok közben előforduló, nem tudom, baleset, gyilkosság, stb. Azt hírként kezelték. Tehát én azt hittem, hogy tényleg ez a szép arcú férfi megölt egy nőt. De nem, kiderült, hogy csak a barátok közben volt egy ilyen epizód. Igen, és egyébként a nevekre, és nem tudom a színészek neveire mennyire lehet emlékezni, sokan csak a karakter nevére emlékeznek. Ez is így van, de, és nagyon érdekes, hogy azért ez megoszlik. Ott voltak színészek is, meg nem színészek is. Tehát ez egy közös játszótér volt, és... Mi megnézhetjük kívülről. Így van. Na jó, és azon gondolkoztunk, hogy ugye megszűnik a sorozat, azt hiszem, hogy nyáron fut majd az utolsó epizód. Akkor a tehetetlensége van, igen. Hogy kivel beszélgessünk, aki egy fontos szereplője volt ennek a sorozatnak, ma már a mostani részekben ugyan nem szerepel, de akkor mégiscsak színész, tehát nem a másik vödörből jött, és akkor azt gondoltuk, hogy Németh Kristóf egyértelműen, ugye? Ő egy nagyon sikeres színész, egy nagyon fontos karaktere volt a műsornak, és hát vele emlékezünk egy picit vissza arra. Egyrészt ugye, hogy őt hogy érinti ez a hír, hiszen ő már nem szerepel, de mégis vélhetően a szívéhez nőtt ez a sorozat. Igen. Biztos, hogy érzelmileg egyébként nagyon kötődik a sorozat, hogy éveket töltött ott, és azért gondolom mindennapos munka. Emlékszel a karakter nevére? Kis Gáspár? Kertész Géza, majdnem eltaláltad. A KG. Abszolút. Kis Gá... Igen. Na, mi van? Semmi, az abszolút szó. Tegnap az nyugodtan is használd, megengedem. Jó. Na, szóval a Németh Kristófot hívjuk fel ezzel kapcsolatban, ő továbbra is sikeres, ugye más sorozatokban is játszik. Na jó, de egy igazi színész, tehát én kíváncsi vagyok, hogy például milyen, hogy folyt ez a munka, amikor a producer megint bedobott oda közéjük egy szép arcú fiút vagy lányt, na most azzal kell dolgozni, értette, meg igen. Színész vagy. Legyél szomorú úgy, hogy ő nem tud elkeseríteni téged igazából. Nem? Vagy legyél vidám úgy, hogy amúgy elkeserít igazából. Képzeld, meghalt a szomszéd bácsi, jön a nem színész, és akkor erre Kristóf, hogy legyen szomorú igazából. Igen. Nehéz. Nagyon nehéz. Na jó, szóval erről fog majd beszélni. Te nézted? Bocs, hogy ezt megkérdezed. Tehát volt olyan időszak, amikor nézted? Amikor képben voltál a sztorival? Talán egyszer egy részt láttam egészben, de én is csak a belenézős voltam igazából. Gyuri, te? Én gimiskoromban sokat néztem. Na, te sokat nézted. Neked voltak kedvenceid. Persze. Hogy kapaszkodott meg az a gonosz ember? A kapaszkodott Miklós? Meg? Igen. Miklós. De Miklós hogy kapaszkodott meg? Annak volt valamilyen jelentős szerepe? 22 év, az 22 év, bocsánat. Ja, tehát nem volt, hogy átment egy ilyen tűzfalon, vagy valami. Tehát nem volt ilyen? Nem volt ilyen dráma? Nem ugrott el tűzkarikán. Tűzkarikán, úgy értem, igen. Nem az volt, hogy építési vállalkozóból ilyen illúzionista lett, és egy trükk közben megsérült, hanem... Gyerekek, kis Ramona ott tűnt fel. Tényleg? És például ő, így van, ez a sorozat adta nekünk kis Ramónát, tehát azért az tehát vannak pozitív hozadékai, igen. Azon túl, hogy a sorozatot nyilván lehetett szeretni. Nem? Igen, de és tényleg az, amit mondasz, hogy nem mindenki színész benne, de hát nyilván azért olyan embereket válogattak össze, akik erre alkalmasak, és aztán látod, másfajta területeken is azért rokon területeken megmutatkozik a tehetség. És hát némelyiküknél egyébként nagy kérdés az, hogy most, hogy vége lesz a sorozatnak, bár van egy kis felkészülési idejük, mi lesz velük? Hát ez is egy kérdés, hát főleg a nem színész kategóriából, az most mit csinál, mert ugye Fodor Zsóka színész, vagy Várkonyi András színész, vagy Németh Kristóf színész, de őt már nem érinti ez a történet, hogy azokkal mi lesz? Bizony, hát igen, itt van fél évük fölkészülni erre, mert ugye nyáron lesz vége. Ja. Na jó, szóval Németh Kristóffal beszélünk majd a barátok köztről. Ez az egyik, a másik pedig szintén egy sorozathoz kötődik, de csak áttételesen a sztori felvezetője igazán, mert Gyurinak a kedvenc színésze a Jó barátokból Matthew Perry. Ugye ő Rachel volt a... Vagy Chandler? Igen. Ja, ez nem egy ilyen görög színházi élmény volt, hogy a nőket is férfiak játszották. Ez a mai nagy sorozati színész keverő műsor. Én ezeket nem, nehezen jegyzem meg. Nekem Rachel volt mindig a legtöbbször elhangzott név, aztán gondoltam, hogy ő a kedvenced, Matthew Perry. Rachel, Matthew Perry, magyar hangja Sinkovics Vitai András.
részben. Na, de nem, ez a, nem is a sorozatról akarunk beszélni, hanem hogy, hogy eljegyezte a barátnőjét. 29 évvel fiatalabb a barátnője. Nem, 29 éves, elnézést. De az is lehet, hogy... Hát lehet. Az is lehet, hogy 29 igaz. Igen, lehet, hogy mindkettő igaz. És miután egy igen profi alkoholista karriert nyomott le már Matthew Perry, így a barátok, a jó barátok után... és mégis talál egy 29 éves nőt maga mellé, ez maga a csoda, ő is így élte meg, és eljegyezte. Azt mondja, hogy ő a világ legcsodálatosabb nője, és ennyit mondott, hogy el akartam jegyezni valakit. Ő meg csodálatos, úgyhogy adja magát. És ennyi történt. Na, és az eljegyzésekről lesz szó. Gyerekek, itt van Laci, aki nyilván valamikor eljegyezte a feleségét, ott van Anett, akit nyilván valamikor már eljegyeztek egyszer, és nagyon különböző módja van. Van a minimalista, lásd Matthew Perry, egyszer megkérdezte hozzám, jössz hozzám, jössz kész, pont kész, ennyi, és vannak az über kreatíva. És most ezt a két tábort vizsgáljuk meg, hogy minek ez az über kreativitás? Ez amikor a nagy kivetítőn, az utca nyilvánossága előtt, a jelenet az étteremben, a színházban, megveszem a színészeket, mit tudom én, térdre kell borulni, vagy sem, tehát ez az eljegyzés körülött, meg hova rejtem a gyűrűt. És ezeket a dolgokat fogjuk megbeszélni, melyik a jobb. Hát én nem tudom, én annak a pártján vagyok, hogy inkább nyugiban. Tehát, hogy ez egy praktikus dolog. Igen, de még kettesben is lehetsz kreatív, hogy eldugod a banánba a gyűrűt. Abszolút, hogyha arra van szükség. Azt mondod a feleségének, igen, ezt a banánt most edd meg. Ha a járás ideje alatt nem nyűgözted le a párodat azzal, hogy mennyire csodálatos, kreatív személyiség vagy, akkor valószínűleg erre kell mindent föltenni, hogy ez most olyan jó fog sikerülni, ha eddig nem most belém szeret. Lacika most itt illusztrálja egy képet, tehát ez a legrosszabb, ez a Párizs, nyílt utcán, a nő fehér ruhában, kék öltönyben a csávó, és pont az Eiffel-torony előtt, vagy ugye az gyakorlatilag adja a hátteret, letérdel, és ezt a piros bársonyos dobozt nyitja ki a csávó. Ennél sablonosabb borzalmat én nem láttam még, de biztos van. Ez a stockfotó, mert ez van az emberek fejében, akik ezeket a fotókat csinálják, hogy állítsuk be. És mit csinál ilyenkor a lány? Az arcára teszi a kezét. Ne! Hát amúgy nem lehet ilyen hangot kiadni, csak így. Na, ez egy eljegyzés. Igen, eljegyzéseken és disznóvágásokon lehet ugyanezt hallani. Na, eljegyzésekről lesz majd szó. Lesz egy pár kreatív ötletünk még, hogyha valakinek nincs, és nagyon kreatív szeretne lenni és feltűnősködni, akkor jó, majd adunk ötleteket. Jó, ezek lesznek a témáink. Horthy Gábor beszél majd velünk, hát Maradonáról is egy picit olyan értelemben, hogy például Messi nyomdokaiba érhet-e Maradonának, szerintem nem, mert ugye meghalt Pablo Escobar, és itt másokat jár be. Aha, értem az összefüggést. Na jó, Horthy Gáborral beszélünk majd. Egyébként mikor jön a Barcelona? Holnap este lesz a meccs, igen. Szuper. A tegnapi nap legjobb pillanatai, az maga a férfi arcápolásról. Tudom, hogy ez most nagyon ijesztő azoknak, akik először hallják, de egy popstar kapcsán, Pharrell Williams kapcsán azt néztük, hogy 47 éves manus, 25 évesen néz ki a bőre, ezt meg kéne vizsgálni, kiderült, hogy kenni össze-vissza magát, és hogy ennek van-e értelme férfiaknak kenni magukat, erről beszéltünk egy szakemberrel. Így van, Ponyai Katinkát kérdeztük arról, hogy létezik-e valójában olyan, hogy női kozmetikum, meg férfi kozmetikum. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! Fél hét lesz 2 perc, szóval megjegyezte egy úr, hogy miért nem Anettnek köszönünk először, mert megvitattuk ezt, úr. Tehát ez már valaki, beolvastam, elmondtam, hogy ez a mi dolgunk, nem a tiéd. Nyilván a barátok köznek sem írsz levelet, hogy miért nem engedte Kertész Géza be előtt, nem tudom, az ajtó kis Ramónát. Tehát hagyjuk már ezeket, mi úgy csináljuk, ahogy szeretnénk. Meg az egy nagy titkot elárulunk, azért mi itt reggel találkozunk adás előtt, és képzeljétek el, köszönünk az Anettnak. Ja, előre. Egyébként hidd el, amikor azt mondom, hogy jó reggelt mindenkinek, szia Laci, szia Gyuri, szia Anett, higgyétek el, mi már leköszöntük egymást. Tehát, hogy ez csak sóköszönés nektek, hogy azt higgyétek, hogy most találkozunk először, kamu az egész, hazudunk. Igen, tehát ahol mi vagyunk, ez nem egy olyan lépcsőház, ahova egy emeleten nyílik mindannyiunknak a lakás ajtaja, és itt reggel kilépünk, és jó reggel! Igen. Ott a tej. Szóval, ja, na mindegy, hát írjatok ilyet is. Jó, minden reggelemet bearanyozzátok a melóban, 10-ig hallgatlak benneteket, királyok vagytok. Szlovák lány, de jónak. És magyar telefonszámod van? Hát lehet, persze, sima ügy. Jó, tegnap ugye arról beszélgettünk, hogy mitől ilyen jóképű ez a három srác itt, Laci, Gyuri meg én. Köszönöm. És aztán kiderült, hogy különböző útjai és módjai vannak annak, hogy ezt a szépséget meg nektek valahogy fenntartsuk. Igen.
A Laci a hideg vízre esküszik, a Gyuri nagyjából semmire, és ő még örül a korának, én meg már használok kozmetikumokat. És ugye kiderült, hogy Pharrell Williams, akinek jóval fiatalabb az arca bármelyikünknél, ő is használ kozmetikumot. Elképesztő, a fickó 47 évesen úgy néz ki, mint egy 25 éves, és ő a gender semleges kozmetikumokra esküszik. Ezt nem egészen értettük, hogy ennek mi az értelme, hogy női, férfi, ebben a viszonylatban ez hol található, de segített nekünk, hál' Istennek, dr. Pónyai Katinka. Ez történt az előző adásban. Na, gyerekek, hát mindenképpen könyvfakasztó lesz innentől ez a muzsika, bár mindenki ismeri, akkor is, hogy nem látta folyamatában a sorozatot, de ez szerintem mindenkinek ott van a fejében, a szövegét csak én nem tudom. Jó. Na, egy korszak véget ért. Hát de ez egy nagyon komoly korszak, azért 22 év valakinek az életéből. Így van, és lehet szeretni vagy nem szeretni ezt a sorozatot, de az biztos, hogy Magyarország legnépszerűbb, leghosszabb tévésorozata 22 évet élt. És ami érdekes egyébként a Barátok közben, én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy vannak profi színészek, és vannak ilyen, nem tudom, a producer benyomott egy-két jó nőt, meg jó képű srácot, és ezeknek meg kellett küzdeniük egymással. Tehát a szakma és az amatőrizmus gyakorlatilag egy teremben. Hát igen, és ugye eleve, aki színészként elment egy ilyen napi sorozatba, azt a színész szakma egyébként, tehát erről is lehetett olvasni, hogy mennyire lenézik. Tehát... Igen, igen. Hát ugyanakkor meg rengeteg színésznek, vagy kezdőszínésznek ez az ugródeszkája volt, és tegyük hozzá, éveken, vagy akár évtizedeken keresztül az egyetlen bevételi forrása. Mi sokat gondolkoztunk, hogy kit keressünk meg. A Barátok közben egy picit nosztalgiázzunk, és akkor röpködtek a nevek, és akkor azt gondoljuk, hogy legyen egy ikonikus karakter, olyas valaki, aki már nem szerepel, de mégis nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be ebben a sorozatban, és egyébként színészként is érdemben tudunk vele beszélgetni, hisz ő az. A vonalban Németh Kristóf. Szia Kristóf, jó reggelt, hello! Szia! Jó reggelt, halleluja! Hát halleluja, Kristóf! Sziasztok, hát köszönöm szépen! 22 évből 13 volt nekem a Barátok közt. Tehát 13 esztendő, az gombozból is sok, és az Orosz Gyuri barátom, Orosz György humorista szokta mondani, amikor van nekünk egy Rossz fiúk című stand-up estünk, és abban sok Barátok köztes történet is előkerül, hogy én voltam az a szereplő tulajdonképpen, akinek az összes többi szereplővel volt valami fajta kapcsolata, akár fizikai is, mert hogy a 13 év alatt talán csak egy kivétel van, Berci kutya, mert igen, hát őt nem vertem meg, ugye? Ja. Jól kezdődik a visszaemlékezés, Kristóf. Nekem még az eszembe jutott Magdi anyus is, de... Figyú, mi volt az oka annak, hogy te kiszálltál? Mondtad, hogy 13 évet lehúztál a Barátok közben. Az érdekes történet volt, mert pár évvel korábban mi beszélgettünk arról, én a színházi karrieremre szerettem volna koncentrálni, és akkor lettem színházi vezető először. Gödöllő neveztek ki a gödöllői kulturális központnak a vezetőjének, és az lett fontosabb az életemben talán, hogy felépítsek egy olyan fajta karriert, ami nem csak egy sorozatszínészi minőség, hanem ugye saját magam ura legyek inkább. Egyébként volt-e beleszólásod, vagy ötleteltél azon, hogy milyen kreatív módon szállj ki a sorozatból? Tehát szerettél volna egy látványos motorbalesetet robbanással, vagy... Volt ötletem, és ez emlékszem erre a beszélgetésre, oda mentem Kalamár Tamás, és mondtam, hogy Tamás, volna egy ötletem, amire annyit válaszolt, igen, felejtsd el. Most, hogy így kérdezed, ez egy emlékezetes beszélgetés. Nagyjából ennyi beleszólásunk volt a karakterünk sorsába. De ötleteim mindig voltak, és egyébként amikor mi éppen egy nagy dollárhamisítási űrületben voltunk benne Rékasi Karcsival, akkor mentem haza egyik este a színházból, és a rendőrök leintettek egy ilyen utcai igazoltatásra, és hosszan nézegették a papírjaimat, és a fiatalabb rendőr idő után mondta az idősebbnek, hogy engedjük már tovább a művész urat. És mondta az idősebb, hogy milyen művész urat. Aztán tudod, ő játssza a Kertész Gizát a Barátok közben. És azt az idősebb rendőr, hogy a fejére csapott, azt mondta, hogy úristen, nekem csak az volt meg, hogy körözzük. Ő is kedves néző volt. Kivel volt privát viszonyod a szereplők közül? Az előbb mondtad, hogy... Hát, szinte mindenki. Jó, más nem akarok tudni. Halleluja, köszönöm. Halleluja, Németh Kristóf. Szia, hello.
Nagyon-nagyon bejött ez a beszélgetés Németh Kristóffal a hallgatóknak. Rengeteg üzenet érkezett viszont, és ugye azt is kérdeztük, hogy melyik karakterrel tudsz azonosulni a leginkább. Én sokáig pókember akartam lenni, az utcán még lövöldöztem is a kezemmel, üzeni Krisz. Pókember is volt a barátok? Igen, szépen kiemeltél egy karakter a sorozatból. Aztán Istennek nagyon jó volt a beszélgetés Kristóffal, folyt a könnyem, és hangosan nyerítettem, ezt Rizsa Debrecenből üzeni. Ez még mindig tetszik? Nagyon tetszik. Ajaj. Hát egyébként ezek gondolkodtam, hogy Berényi Miki tulajdonképpen az a barátok köznek, ami David Prowse, a Darth Vader volt a Csillagok háborújában. Tévedsz. Post this video, young swell, Skywalker. Post this video, young swell, Skywalker. De képzeld el, hogyha a Darth Vader ilyen dadogós lett volna, hogy nyelvbotlásai vannak. Ez az én Mikulás ajándék. Még 37 másodpercig tart a főcímzene. Ne. Post this video, young swell, Skywalker. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ami másnak egy semmi, semmi, az neki maga a csoda. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? 3-7 elmúlt egy perccel, gyors közlekedési SMS-ben kaptuk. Sziasztok, a 7-es úton Érd és Velence között brutális köd, 50 méter sincs a látótávolság Velence térségében, az út totál le van fagyva, óvatosan közlekedjen, aki arra jár. Ezt nagyon köszönjük Zolinak. Na, Laci, mi nyűgöz le téged? Hát muszáj beszélnünk a Star Wars-ról, na, a sorozatról, meg a filmről. Tudom, hogy ez... Csodálatos. Te szeretted? Én szerettem, imádtam. Hát ne viccelj, az a gyerekkorom, kamaszkorom legcsodálatosabb élménye. A Birodalom visszavág a kedvencem, az az 5. rész. Azt moziban láttam, az összes többit VHS kazettán, tehát még így is jönnek az emlékek hozzá. És nekem a kedvenc karakterem, aki most sajnos elhunyt, aki őt alakította egyébként, de érdekes, hogy hogyan, a jelmezben David Prowse 85 évesen. Ő volt, olvastam, igen. Ő volt a jelmezben a Darth Vader, és én áttekertem azokat a részeket igazából, amikor egyszer láttam a filmet, amikor ő nem volt. Tehát én annyira szerettem a Darth Vader-t, azok voltak ezek a jó, sötét és kemény jelenetek, amikben ő szerepelt. Jedi. És ami érdekes, hogy a hangja nem ő volt. Igen, hanem James Earl Jones, aki egyébként a CNN-nek volt a hangja. Nem tudom, hogy még most is-e. Ezt én sem tudom, csak ebben az az érdekes, hát nyilván sajnáljuk, elhunyt, de hogy egy pasi leél új egy életet, hogy a világ gyakorlatilag egyik leghíresebb karakterét ő alakítja, úgyhogy senki nem ismeri még a közérben. Senki. Tehát ez valami szörnyű. És ráadásul úgy cserélte le a hangját a George Lucas, hogy neki nem szólt, és nem adott rá engedélyt. Tehát egyszer csak... Jön, mert ő beszélni is akart, hát ő testépítő. Hát igen, de azért így történik egy filmben, hogy a színész saját maga beszél, amikor eredeti nyelven van ez a dolog. Angolul beszéltek egyébként abban az univerzumban, és akkor beültek a moziba a díszvetítésre, bemutató Star Wars, és akkor David Prowse azt mondja, hogy ez nem is az én hangom. Hát hanem nem. A James Earl Jones. Ez kész, ez olyan süpec. Szörnyű. Süpec. Hát egyrészt süpec, másrészt te gondolj bele, hogy elmész a kocsmába, és azt mondod, de én vagyok Darth Vader, és jó van, ezért hagyjál már. George, vagy hogy hívják? David. David. Tehát látod még, tehát most a halála után is nagyon nehezen találjuk a nevét. Pedig ő egy ilyen nagyon nagyra nőtt testép, az is kezdett el testépíteni, nagyon hirtelen megnőtt sport miatt, és elkezdett testépíteni, és emiatt választották ki, mert hogy hatalmas testalkata van, és nézd meg, itt a Lacika egy videót mutat nekünk arról, hogy beöltöztetik, tehát maga a jelmez zseniális. Tehát az a 70-es évek végén, a 80-as években ugye ezt megtervezték, pont azt néztük, hogy ilyen tulajdonképpen ilyen számítógép alkatrész csavarokból van összerakva a maszk. Igen, ugyanakkor látjuk ezekben az állatszos énekesekben, hogy a testalkat szinte mindegy, nem? Tehát, hogy bármit magadra ölthetsz. Még Huyber Ferenc múlt el majdnem így, hogy ő volt ugye a kék plüssmajoma valami Amerikában, de hát aztán ő mégis hát nem tudom, kivívta jobb magának azt, hogy megismerjük az arcát. Igen, nem tudom, melyiket jobb a kocsmában mesélni, hogy én voltam a kék majom, vagy én voltam Darth Vader. Hát igen, de jobban elhiszik a kék majmot. Hát a Huybernek simán. Egyébként. De nem az, hanem tényleg, tehát, hogy nem a Darth Vader-t senki nem hiszi. A Gyuri, hogyha most azt mondtam volna neked valamikor, hogy figyelj, én meghívtam ide a Darth Vader szereplőjét, és behívok neked ide egy angol beszélő pasit, azt elhiszed, nem? Hát persze, meg amennyi mindent te már mondtál. Hát ja, nem így, nem azért, mert hazudós vagyok, hanem hogy az bárki lehetett, nem? A világ egyik legismertebb karaktere, ha belegondoltok. Szörnyű élete lehetett. Szörnyű. És közben milyen jó szerep. Tehát azért mindig azt mondják a színészek, hogy a gonosz sokkal
jobb, sokkal több rétege van, sokkal jobb eljátszani. Lesz, de ezt ő nem játszotta el, de belegondolt, ráadtak semmit. Egy maszkot, egy más ember ment. Volt a hangja, tehát még szöveget sem kellett tanulni, tényleg maximum úgy mutatni kellett, amikor megszorította valaki nyakát távolról. Egyébként tényleg ebben merült ki a színészet, és innentől ezzel nem különbözik mondjuk a Vitéz Lászlótól. Nem? Tehát ugyanúgy mozgatsz egy figurát, csak ő benne van ebben a bábban tulajdonképpen, és ő úgy tényleg mindent úgy játszott el, hogy billegtette a fejét, és mutogatott nagyon erősen, az volt a jellegzet. Nagy színész? Na, óriás. Hát de ez az, hogy a lakástalkshow-ban lenne helye? David Prowse-nak? Hát egyébként abszolút lenne, de ha Darth Vader... De miről beszélné vele? Nem a frusztrációjáról? Hát de hogy egy borzalmas életed volt? Hát erről biztos, hogy beszélnénk, de azért a szép részeket is felelevenítenénk, például amikor... Amikor ráragadt a maszk? Vagy esetleg arról, hogy hát nem tudom. De gondolj bele, hát ezek szerint meg is tanulta a szöveget, hát sok szöveg nem volt, de meg is tanulta a szöveget, elmondta, tehát játszott, és aztán a díszbemutatón kiderült, hogy nem is az ő hangját használták. És szörnyű egyébként, hogy ezt a fickót isteníted, egy Jean-Claude Van Damme-ot, aki meg tényleg színész, őt meg figyelj, én azon se lep... Azért, hogyha nem tudom, a Jean-Claude Van Damme jött volna elő a Darth Vader jelmezből, én csalódott lettem volna. Sokkal inkább a David Prowse, szerintem. Tehát meg tudta volna csinálni valószínűleg. Ha te találkozol David Prowse, úgy David Prowse. David Prowse-zal találkozol, és meggyőződsz róla, tényleg ő volt, akkor te nem tudom, kérsz tőle egy autogramot? Persze. Tehát, és mit? Mert az a kéz, amivel az autogramot adja, abban a fekete kesztyűben volt, amivel folytogatta. De a karakter az a burok, nem a csávó, nem a csávó, a csávó csak töltelék. De milyen jól csinálta azt mit is. Mit csinált jól? A Gyuri is meg tudta, Anett is meg tudta volna csinálni. De úgyis Anett egy ilyen bohókás, baby shark mozik. Baby shark. Képzeld, Darth Vader-t, ahogy bejön. Ha ez egy diplomáciai űrhajó, akkor mutassanak nekem egy diplomatát. Anett, próbáld ezt a hangot utánozni? The force is with you, young Skywalker. Hát nem is tudom. Nem, a szöveg más. Figyelj még egyszer. The force is with you, young Skywalker. De nem, tényleg nem tudom utánozni. The force is with you, young Skywalker. De azt értem, csak hogy... Próbáld meg! The force is... Hallani akarom, igen. The force is... Nem tudom. Még egyszer. The force is with you, young Skywalker. Anett. The force is with you... Az egész mondatot kérem. The force is with you, young Skywalker. Tessék. The force is with you... Nem tudom. De Young Skywalker. De a szöveget tudom, nem tudod megegyezni? De tudom, tudom. Te angolul nem tudsz, vagy a hangszínedet nem tudod változtatni? A hangszínemet nem tudom. De nem követeli senki azt, hogy pont ugyanolyan legyen, csak mennyire tudod hasonlítani. Csak a Young Skywalker hiányzik, de jó a hang. The force is with you, young Skywalker. Ez jó? Jó, Skywalker. Tökéletes. Skywalker. Istenem, semmivel nem rosszabb, mint David Sprouse-ot, nem, hogy hívta. Semmivel. Ne, ez egyébként nem igaz. És egyébként van egy picit ájszólás is abban, ahogy lemélyíti a hangját, vagy ilyen mélyen beszél. Az Anett? Azt nem tudom, azt nem figyeltem. A székutasi Darth Vader? Na hát ez meg aztán végképpre meg. Hát tudod, Laci, a te kedvedért ezt is bevállaltam. Nagyon kedves vagy, Anett, tényleg. Isten nyugasztalja, drága jó Davidet, köszönjük szépen. Jövünk vissza egy pár perc múlva azzal a hírrel, ugye tegnap látott napvilágot. Ez a sokak számára szomorú hír, hogy a Barátok közt, mint sorozat leáll, méghozzá nyáron lesz az utolsó epizód, amit sugároznak, és hát a nézettségi mutatókra hivatkozva nem folytatják a sorozatot. Ez nagyon sok, akár nézted, akár nem hozzánk nőtt. Tényleg a családhoz tartozott, és nagyon sok szereplője volt, mi lesz velük, rengeteg kérdést vett fel, és mi valakit kerestünk, aki egy nagyon-nagyon fontos szereplője volt ennek a sorozatnak, már egyébként nem az, és ő ráadásul még igazi színész, mert ugye itt kétféle társaság van, és ő Németh Kristóf. Jelenleg is forgat egyébként egy másik sorozatot, de szakít most időt arra, hogy egy picit emlékezzünk a Barátok köztre, hívjuk ő a hírek után. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 7 óra 9 perc, jó reggelt mindenkinek! Hello Laci, szia! Szia Bocsi! Jó reggelt! Hello Gyuri, jó reggelt neked is! Jó reggelt, sziasztok! Anett, szia! Jó reggelt, végre jó reggelt. Sajátok! A székutasi Darth Vader. Így van, hát üzenik, hogy mindig tudtam, hogy Laci a király, nekem is Darth Vader volt a kedvencem. Lacka a rétes írja ezt, aztán szeretném, ha szóban felköszöntenétek a kis feleségem. Ma lett kerek 40 éves. Sokszor írogat nektek, és be is szoktátok olvasni, a szombathelyi Tündi cukorborsó. Nagyon szépen köszönöm. Drága Tündi
cukorborsó Szombathelyről. Boldog kerek születésnapot! Isten éltessen! Isten éltessen, puszilunk, így van. Na, gyerekek, hát mindenképpen könyvfakasztó lesz innentől ez a muzsika, bár mindenki ismeri, akkor is, ha nem látta folyamatában a sorozatot, de ez szerintem mindenkinek ott van a fejében, a szövegét csak én nem tudom. Nem, ezt méltóan újra kezdjük. Jó. Na. Egy korszak véget ért. Hát de ez egy nagyon komoly korszak, azért 22 év valakinek az életéből. Így van, és lehet szeretni vagy nem szeretni ezt a sorozatot, de az biztos, hogy Magyarország legnépszerűbb, leghosszabb tévésorozata 22 évet élt, és ma van, ha minden igaz, a 10.151. rész, és körülbelül még fél évig lesz látható a képernyőn, az utolsó rész pedig jövő nyáron fogják vetíteni, és addigra vélhetően minden szállat majd el tudnak úgy varni a készítők, hogy a nézők hát méltó módon búcsúzhassanak a sorozattól. 1998. október 26-a óta fut, és gyakorlatilag mindenkinek a hétköznapjai részévé vált, nem? Hát tehát... hol erősebben, hol gyengében, de mindig ott volt az újságokban. Tehát az, hogy Barátok közt Magyarországon van, az az általános műveltség része. Abszolút. Ha valami piros és kék, az vagy a Pepsi, vagy a Barátok közt. Tehát nem, igen, más nincs. Tehát... egyszer bele is ittam a Barátok közbe. Na, szóval gyakorlatilag ugye a szereplők a szemünk előtt nőttek fel, tehát emlékeztek még kis Ramónára, hogy milyen kis édes tini volt, és most már egy gyönyörű nő, aki műsort vezet és méltó karriert futott be. Szóval egyébként a befejezéssel kapcsolatban a készítők arra hivatkoztak, hogy manapság a fiatalok inkább a neten néznek sorozatokat, és így már nem találja meg a célközönségét a Barátok közt. Uh-huh. És a forgatás éves gyártási költsége akár az 1 milliárd forintot is elérheti, és a csökkenő nézettségi szám mellett a befejezés volt a legbölcsebb döntés. Hát 1 milliárd forint azért elég jelentős pénz azért, hogy... Na jó, de ez napi sorozat, tehát persze. Azért azt ne felejtsük el. Na jó, kedvenc szereplők, kinek volt, kinek... Anett? Én a kezdetén néztem, Klaudiát nagyon szerettem, meg a Nórát is. És egyébként Klaudia fiát is, az Ákost, nekem ők a kedvenceim voltak, bár nem, az Ákos nem volt hosszú ideig egyébként szereplője a sorozatnak. Igen, egy építkezésen ő leesett valami, igen, magas betonról egyébként. De én is Klaudiás voltam, Ábrahám Edit. Igen. Abszolút olyan volt, mi egy magyar sorozatban, mint volt a Guldenburgok örökségében, tudod, a fő azt tudod, igen. Na, Edit olyan volt. Pontosan. Az Ábrahám Edit. Uh-huh. Gyuri, te valamelyik gonosszal azonosultál? Én a Berényi Mikit bírtam amúgy végig. Bírtad? Sőt, még most is. Ő a vajdasági színész, aki elvesztette a haját, ugye? Igen. Az évek összefoglaltad a karrierjét. Nem így akartam. Hát így sikerült. Na, és aztán ugye volt egy némi változás, a volt producer elment, akkor új szereplőkkel töltötték fel, és ami érdekes egyébként a Barátok közben, én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy vannak profi színészek, és vannak ilyen, nem tudom, a producer benyomott egy-két jó nőt, meg jó képű srácot, és ezeknek meg kellett küzdeniük egymással. Tehát a szakma és az amatőrizmus gyakorlatilag egy teremben. Hát igen, és ugye eleve, aki színészként elment egy ilyen napi sorozatba, azt a színész szakma egyébként, tehát erről is lehetett olvasni, hogy mennyire lenézik. Mert hogy ez a színészetnek az alja, nem tudom, és akkor ők még ott találkoznak olyan emberekkel, akiket castingolt tulajdonképpen a külsejük, meg mondjuk nem beszél énekelve. Ez alapján kiválasztották. Igen, igen. Hát ugyanakkor meg rengeteg színésznek, vagy kezdőszínésznek ez az ugródeszkája volt, és tegyük hozzá, éveken, vagy akár évtizedeken keresztül az egyetlen bevételi forrása. És például itt idéznek egy magát megnevezett nem kívánó színészt, hogy eleinte nyugtattak minket, hogy a pletykák ellenére ne aggódjunk, jó a nézettség, de én úgy tudom, már döntöttek, vége, bevallom, arcul csapot, ki kell találnom, hogy mihez kezdjek a jövőben. Mi sokat gondolkoztunk, hogy kit keressünk meg. A Barátok közből egy picit nosztalgiázzunk, és akkor röpködtek a nevek. Ugye eszünkbe jutott, hogy nagyon-nagyon régi szereplők, Juga Veronika, emlékeztek rá. Konta Barbara, Farkasházi Réka is szerepelt, ugye? Igen, volt, nem is kevés. Ő volt Móni, azt hiszem, hogy a Gézának a testvére. Így van. És akkor azt gondoljuk, hogy legyen egy ikonikus karakter, olyas valaki, aki már nem szerepel, de mégis nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be ebben a sorozatban, és egyébként színészként is érdemben tudunk vele beszélgetni, hisz ő az. A vonalban Németh Kristóf. Szia Kristóf, jó reggelt, hello! Szia!
Jó reggelt, halleluja! Hát halleluja, Kristóf! Halleluja, sziasztok! Köszönöm szépen! Azt hittem, hogy azért hívtok, mert más nem ért rá. Nem. Tehát mindenki ráért. És aztán azt mondtuk, hogy nem. Gyuri, mondd le az összeset, Kristóf lesz az. De nagyon, akar... nagyon megtisztelő. 22 évből 13 volt nekem a barátok közt. Tehát 13 esztendő, az gombozból is sok, és az orosz Gyuri barátom, Orosz György humorista szokta mondani, amikor van nekünk egy Rossz fiúk című stand-up estünk, és abban sok barátokfesztes történet is előkerül, hogy én voltam az a szereplő tulajdonképpen, akinek az összes többi szereplővel volt valami fajta kapcsolata, akár fizikai is, mert hogy a 13 év alatt... De csak a sorozatban, ugye? Tehát ez most nem a magánéletedről kezdtél beszélni. Na, majd mindjárt erről is beszélhetünk, mert ő azt szokta mondani, hogy a szereplőket vagy megvertem, vagy megduktam. Igen. És ez nagyjából idéz ki, ebből talán csak egy kivétel van, Berci kutya, mert igen, hát őt nem vertem meg, ugye? Ja. Jól kezdődik a visszaemlékezés, Kristóf. Nekem még az eszembe jutott Magdi Anyus is, de tök jó. Hát igen, Magdi Anyus, akivel nekünk legendás kapcsolatunk volt, hiszen rengeteget forgattunk együtt, rengeteg jelenetünk volt, de azért közöttünk volt egy ilyen mocska-egér játék 13 év alatt, és nem mindig volt teljesen felhőtlen a mi viszonyunk, és ezt Zsókával, Fodor Zsóka, a művésznővel mi mindig vállaljuk is, hogy nekünk aztán egyenesedett ki ami magánéleti viszonyunk, miután már nem forgattunk együtt, tehát nem voltunk minden áldott nap 12 órát összezárva, és amikor ő végül is ott hagyta a barátok köztöt, ugye emlékszünk a Galacsinra, amin elcsúszott Magdi Anyus, és aztán szörnyen egy lépcsőházban. Utána egy héttel később találkoztunk a vérmező sarkán, ahol én lakom, jött szembe Zsóka, és azt mondta, hogy édes Kristófkám, ide költöztem a sarokra, és kiderült, hogy egy házba költözött le. Tehát valatok ezzel folytatódott a magánéletben a viszony. És őt se verted meg. Hát őt sem meg, így mondom. Csak hogy tudjam a viszonyt. Jó. Mi nagyon nagy sárok voltunk egyébként már a kezdetektől, azt el kell mondjam, mert amikor indult az egész csatorna, és valóban Kalamár Tamás neve nagyon fontos, hiszen neki köszönhetünk, a producerünknek mindent ebben a történetben, akkor még voltak ilyen roadshow-k, ahova mentünk népszerűsíteni a barátok köztet, és emlékszem, hogy egyszer Győrben voltunk, és nagy biztonsági őrök védtek minket a rajongóinktól, tehát a 4 éves kisgyerekektől, meg az idős néniktől gyakorlatilag, de egyszer egy kisrác kijátszott ezt a tömeget, oda szaladt hozzám, és mondta, hogy Kristóf, és úgy örültem, hogy nem Kertész Gézának hív, és mondta, hogy Kristóf, kérhetek egy fényképet? És mondta, hogy persze, hogy kérhetsz. Odaadta a telefonját, és mondta, hogy lefényképezni a Majkával. Jó! ez fáj. Ez igazi sztárság. Na de várjál, akkor idézek egy SMS-t most Nánditól, aki most írta csak az igazi sztárságot. Nekem a Géza onnan emlékezetes, hogy érettségén szóberén az osztálytársam bemondta, a sorstalanságot Kertész Géza írta. Jézusom! Ez egy karrier. Ez abszolút az. Ez abszolút az. De az előbb érintettük már, egy picit beszéltünk erről, most tényleg érdekelt, mint színész, mi a véleményed erről, hogy nem volt-e furcsa, hogy sok esetben tényleg olyanokkal kellett együtt játszanod, akiknek halványnyira gőze nem volt a színészetről. Hát néha színészek között is vannak ilyenek, be kell valljam őszintén. Az ember azt érzi, hogy a halványnyira gőze nincsen. Nézd, bocsi, az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy nekünk pontosan az a dolgunk, akik ezt a szakmát tanultuk, nekem még erről egy diplomám is van, egyébként többekkel nyilván a barátok közt távjából, hogy megküzdjünk azokkal a kihívásokkal is, hogyha valakit éppen egy nem rosszból mondom, de egy buszmegállóból castingoltak be. Hát nyilván, de ez olyan, hogy mint egy profi teniszező játszik egy abszolút amatőrrel, tehát hogy akkor sokkal nehezebb a játék? Nehezebb, de szerintem pontosan, hogy segíteni kell, pontosan, hogy föl kell karolni azt, aki ebben gyengébb. De ez nagyon sokszor nem azért van, mert hogy az amatőr jön be, hanem mondjuk, mert korosztálya okán egy 16 éves szereplő nyilván nem lehet profi, vagy egy 19 éves szereplő még nem lehet profi. Tehát nagyon sokszor nem azért volt ez, mert a színészek meg a nem színészek összekeverése, hanem azért, mert egyszerűen még olyan fiatalok jöttek be, akik még csak belecsöppentek ebbe az egészbe. Ilyen szempontból én pont a Színművészeti Egyetem után kezdtem ezt el, és ahogy ti is említettétek, akkoriban még ez egy bélyeg volt.
mára, amikor most éppen a drága örökösök fut ugye... Hát ott óriási vagy, Kristóf, hát azt imádom. Nagyon szépen köszönöm, Subic János. Subic János, Maónika. Egyébként minden utálom kiáltott valaki, hogy polgármesterünk, polgármesterünk. Tudjuk ám az igazi nevét is, Kertész Géza. Igen, sorstalanság. Sorstalanság. Szóval egyébként annak Hámori Barbara a producere, és most éppen ebben a pillanatban egy stáb vár rám, ahol most beszélgetünk, mert most éppen a jövő évben induló Keresztanyú című vadonatúj napi sorozatot forgatjuk az RTL számára. Jó, Barbarának tehát... mondnak, hogy nyugodjon meg, tehát puszilom, imádom, ölelem, és legyen még 3 perce. Átadom. Jó. Nem, egyébként nekem... Ma van a születésnapja, Isten éltesse Hámori Barbarát. Isten éltesse, hány éves, kérdezd meg tőle. Bizony. Jó, nem kell. 19. Figyú, mi volt az oka annak, hogy te kiszálltál? Mondtad, hogy 13 évet lehúztál a Barátok közben. Az egy érdekes történet volt, mert pár évvel korábban mi beszélgettünk arról, én a színházi karrieremre szerettem volna koncentrálni, és akkor lettem színházi vezető először. Gödöllő neveztek ki a Gödöllői Kulturális Központnak a vezetőjének, és az lett fontosabb az életemben talán, hogy felépítsek egy olyan fajta karriert, ami nem csak egy sorozatszínészi minőség, hanem ugye saját magam ura legyek inkább. És beszélgettünk erről már évről évre, de Kalamár Tamás mindig meggyőzött, hogy még maradjak, és eljött egy esztendő 2011-2012 környéke, amikor a legkevésbé számítottam rá egyébként, akkor hirtelenében megszűnt a Budapesti Kamaraszínház, aminek társulatának tagja voltak. Egy rádióműsort vezettem akkor már majdnem 10 éve, egy kulturális magazinműsort hétvégente az egyik kereskedelmi rádióban. Abban a műsorban is megszűnt az én szerepem, és akkor még behívott Kalamár Tamás, hogy hát Macika, most jött el az idő, hogy Kertész Géza a vidékre fog költözni feleségével, mert hogy gyermeketek fog születni a kis Magdika, na hát ez aztán bevette az utolsó szöget is a koporsóban. Magdika születése a sorozatbeli édesanyánk halála után. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy produceri döntés volt, akkor a történet így alakult, ami nem lett elvarva, hát mi a mai napig elvileg az én gyönyörűséges feleségemmel, ugye Balog Edina alakította Kingát, vele mi most a mai napig egyébként vidéken vagyunk, mert hogy én egy új személyazonosságot kaptam a történet szerint, és ilyen rendőri védelem alatt vagyok egy új személyazonossággal, mert hogy lebuktattam egy drogos bandát, hiszen mi Rékasi Károllyal gengszterkedtük végig ezt a 13 évet. Igen, ezt akartam én kérdezni, hogy egyébként volt-e beleszólásod, vagy ötleteltél azon, hogy milyen kreatív módon szállj ki a sorozatból? Tehát szerettél volna egy látványos motorbalesetet robbanással, vagy... Volt ötletem, és ez emlékszem erre a beszélgetésre, és oda vettem Kalamár Tamást, és mondtam, hogy Tamás, volna egy ötletem, ami annyit válaszolt, igen, felejtsd el. Most, hogy így kérdezed, ez egy emlékezetes beszélgetés. Nagyjából ennyi beleszólásuk volt a karakterünk sorsába, de ötleteink mindig voltak, és egyébként amikor mi éppen egy nagy dollárhamisítási űrületben voltunk benne Rékasi Karcsival, tehát ugye Zsolt meg Géza dollárt hamisítottak a sorozatban, akkor mentem haza egyik este a színházból, és a rendőrök leintettek egy ilyen utcai igazoltatásra, és hosszan nézegették a papírjaimat, és a fiatalabb rendőr idő után mondta az idősebbnek, hogy engedjük már tovább a művész urat. És mondta az idősebb, hogy milyen művész urat. Aztán tudod, ő játssza a Kertész Gizát a Barátok közben. És azt az idősebb rendőr, hogy a fejére sem volt, azt mondta, hogy úristen, nekem csak az volt meg, hogy körözzük. Ő kedves néző volt. Egyébként nyilvánvalóan itt az utolsó epizód leforgatásánál majd lesz nagy díszletbontás, meg ilyesmi. Van neked valami olyan, amit te úgy szívesen relikviaként hazavinnél abból a... gondolom, hogy ugyanott forgattátok a főbb jeleneteket. Kertész Giza bőrzsekijét, azt nagyon szívesen magammal. Most nézegetjük egyébként ilyen YouTube felvételen, hogy igen... Hát egyébként mondtátok azt, hogy úgy veszíti a nézőket, hogy ezt nyilatkozta a Tolosi Péter, hogy átmennek a fiatalok az internetre, és ez így van, ez YouTube-ban az egyik legnézettebb videó egyébként Kertész Géza megjelenés egy házi buliban, a mai napig 20 évvel ezelőttről. Tehát az internetes nézettség is így a múltba visszamenően nagy. Hát én azt elvinném, és amikor engem kiírtak, akkor egy dolgot kértem, hogy elvihessek magammal, ennek jelképes jelentősége volt, Kertész Géza baseball ütőjét.
ezt el is vittem magammal, ez a mai napig ott van a relikviaként a lakásunkban. Egyébként tényleg ezek a cuccok, ezek kié? Nem tudom, a bőrcsekit például kié? Kalamári vagy Kolosié? A Tamás, nem, hát ez a gyártó cégnek a de hát kinek kell az már? Egyébként jóval nagyobb a méret, mint ami illene rád. Bár azóta te is megizmosodtál. Azóta igen, azóta talán belenőttem ebbe, mint hogy a szerepbe is, talán, meg a karakterbe, úgy talán ebbe a bőrcsekibe is. Igen, tehát az a gyártó cégé, mint ahogy minden a gyártó cégé. Tulajdonképpen mi magunk is a gyártó cégé voltunk abban az időszakban, amikor ott teljesítettünk szolgálatot. Kivel volt privát viszonyod a szereplők közül? Az előbb mondtad, hogy... Hát, szinte mindenki. Jó, más nem akarok tudni. Kristóf, hát jó forgatást. Neked hál' Istennek nem kell törnöd a fejed azon, hogy mi lesz a jövőben veled, hiszen rengeteget dolgozol. Nagyon örülünk, köszönjük szépen, hogy veled emlékezhettünk. Halleluja, köszönöm. Halleluja, német Kristóf. Szia, hello, hello. Ez óriási sztorik, gyerekek. De ezt nem hittem, hogy tényleg a német Kristóból a legtöbbet életemben a Barátok közből láttam. Nagyon igen. Nem az a karakter, igazából. Most azt érzem. De, nagyon ezek nagyon jó sztorik voltak. Na jó. Egyébként érdekes, hogy ilyen kis cameo szerepekre rengetegen egy-két epizód idejéig, nem? Előfordultak. Vágó István megjelent, vagy a Dukai Regina, Szellő István. Tehát nyilván nem tudom, a csatornának ez érdekel. Aracki László, Jáksó Laci, tehát úgy volt, aki úgy bebetoppant ebbe a sorozatba, hihetetlen népszerű volt. Na jó, szerintem a hallgatókat kérdezzük meg, hát ugye itt abszolút a klasszikus karakterek, gyakorlatilag az emberi tulajdonságok egész palettája a színészekben vagy a szereplőkben megmutatkozott, hogy volt ugye a gonosz, volt a pletykás, a nem tudom micsoda, az intrikus. Nagyon vigyáztak, hogy egy ember, egy karakter. Helyesen, nagyon jól is csinálták. Hogy a hallgatóktól azt szeretném megkérdezni, hogy ebből a széles karakter palettából, ami ugye évek alatt itt látható volt, hogy melyik szereplővel tudtál a legjobban azonosulni? Tehát, hogy ami úgy érzed, na az vagy te. Amikor úgy érezted, hogy megjelenik, és én vagyok, ez engem képvisel a képernyőn. De nem muszáj ilyen romantikusan mondani, Laci. Hát lehet, hogy... lehet úgy is mondani, ez én vagyok, ez engem vagyok, képvisel a képernyőn. Tehát melyik szereplővel tudtál a leginkább azonosulni, a legjobban azonosulni, és mondd el azt is, hogy miért érzed őt a legközelebb saját magadhoz, erről beszéljünk majd egy picit. Jó? Így emlékezve többek között a Barátok köztre. SMS vagy telefonszámú 0620-22-22-122. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 7:08, hát gyerekek, ez nagyon-nagyon bejött ez a beszélgetés német Kristóffal a hallgatóknak, és hát egy picit emlékeztünk a Barátok közre, bár sokan azt mondják, hogy nem nézték, nyilván ez így szokott lenni a Győzike Show-nál is, hogy nem nézi senki, de mindenki tud róla, és mindenki tud belőle idézni. Abszolút megfigyelési hatás. Tibor írja egyébként a Facebook oldalunkon, hogy a gyerekem 98-ban született, a Barátok közre fürdettünk és pelenkáztunk, idén diplomázik, úgyhogy végig kísérte az életünket a sorozat. Ez helyes. Ez nagyon helyes. Rengeteg üzenet érkezett viszont, és ugye azt is kérdeztük, hogy melyik karakterrel tudsz azonosulni a leginkább. De először ez, a kutyát csak nem verte meg Géza Bakker, akkor egyrészt kimaradt. Nem voltak normálisak, félrerántottam a kormányt, mert a röhögéstől, a könnyeimtől nem látok szép napot. Fecó a Felvidékről. Aztán, szia bocsi, én is Barátok közt rajongó voltam, sokáig néztem, de kb. 2011 után már nem követem, valahogy már nem érdekelt. De jó kitartó sorozat, kedvenc színészem Berényi Miki volt, üdv Tüske Tamás Esztergomból. Hát igen, a főgonoszt azért sokan kedvelték. Háj, Berci kutya, oda szaggolhatott be, ahova csak akart. Igen, ez általában a kutyák kiváltsága, tehát senki nem... Igen, oda szagol, kutyának elnézik. Jó reggelt, kedvencem Rékasi Karcsi volt, nem véletlenül üdv Betyár a bankrabló. Nekem Berci kutya volt a kedvencem, utána Willy Bá. Milyen szép sorrend. Berci kutya, Willy Bá, Rékasi, ezek eddig a kedvencek. Biztos gáz, de nekem Miklós és Barta Zsoltot csíptem a B köztből, Zeni Laca Biáról. Szép reggelt, Istennek, én pont a Kristóf szerepét éreztem magaménak akkoriban, rossz fiú karakter miatt, illetve a kutyán kívül én is levartam volna a fél stábot. Szép napot nektek, Pisti a szállító. Istenem, hogy örülhetnek, ha ezt hallják. Igen, ez most milyen megtisztelő. Igen. A búcsúzó könnyező színészeknek. Igen, 22 van-e? Év, ez a sorozat annyit jelentett számomra, hallgatói SMS. Levartam volna őket. Hát jó, hát van, aki így is gondol rájuk legalább ezután is. Én Konta Barbarával tudtam volna azonosulni is, üzeni a luxus jacht gyáros Laci. Igen, Konta Barbie nagyon sokaknak bejött. Annak idején 20 évesen Konta Barbie mellei beleégtek a retinámba, azóta se feledem. Abszolút megértem.
Nagyon helyes lány volt, nem? Nagyon szép. Igen, volt. Nagyon helyes lány volt. Abszolút beleégnek a mellei valakinek a retinájába. Olyan helyes volt. Miért nézel rám így? Hát arról beszélünk. De tényleg szép volt, egy aranyos, szerethető karakter igen, volt. Igen, én ezzel nem cáfoltam. És gondolom ma is az. Én sokáig pókember akartam lenni, az utcán még lövöldöztem is a kezemmel, üzeni Krisz. Pókember is volt a barátok. Igen, szépen kiemeltél egy karakter a sorozatból. Aztán Istennek nagyon jó volt a beszélgetés, Kristóffal folyt a könnyem, és hangosan nyerítettem, ezt Rizsa Debrecenből üzeni. Hát, gyerekek, nem is tudom, hogy... Jó, nagyon kérlek. Tényleg, Lacika, Lacika tényleg a méltóságot tartsuk meg, jó? Besétálsz egy buliba, és felrúgod a dohányzó asztalt. És most a hallgatóknak meg se tudjuk magyarázni, hogy miért. Nagyon kellemes. Miért mondjuk ez, de ez így, na minden, ez kellemetlen. Istenem, de szép ez. Ez még mindig tetszik? Nagyon tetszik. Ajaj. Hát egyébként ezek gondolkodtam, hogy Berényi Miki tulajdonképpen az a Barátok köznek, ami David Prowse, a Darth Vader volt a Csillagok háborújában. Tévedsz. Post this video, young swag, Skywalker. Post this video, young swag, Skywalker. De képzeld el, hogyha a Darth Vader ilyen dadogós lett volna, hogy nyelvbotlásai vannak. Luke, én vagyok a bazab... Még egyszer. Az Post this video, volt. Young swag, Skywalker. Ez az én Mikulás ajándék. Még 37 másodpercig tart a főcímzene. Ne. Post this video, young swag, Skywalker. Na jó, megkíméljük Anettet. Köszönöm szépen. Már azt hittem, hogy elfelejtettük. Semmit soha. Tudom. Igen, aki nem vette volna észre, ez nem az eredeti volt. Pedig olyan volt. Na, Hungary Machine következik. Gyerekek, lehet jelentkezni, és ne felejtsétek, egy óra múlva az OMV-vel akár 100 000 forintot is lehet nyerni, ha megfelelő szuperpontot gyűjtötök össze egy egyperces quizben. Így van, két játékosra lesz majd szükségünk ahhoz, hogy versenyezzenek egymással, lesznek kérdéseink, és aki több pontot, karácsony előtt bármit. Egyébként igen, aki több pontot, nem szuperpontot gyűjt, azt majd átváltjuk a végén, lehet 25, 50 vagy 100 000 forintot nyerni. De ez majd csak egy óra múlva, most tehát a Hungary Machine-ra jelentkezzetek, és most hívjátok ezt a számot, mert a következő majd SMS-es lesz. Hívjátok a számot, Kriszti fogja fölvenni 0620-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul a Hungary Machine. Így van, és pontosan 3180. Na, még mindig a Barátok köztre írnak, azt mondja, egyik volt párom nagy fan volt, minden hétköznap közös Barátok közt nézés, majd utána másfél óra kommentolvasása a Barátok közt Facebook fanklubban, nem számított az sem neki, hogy aznap volt a BL döntő, mert azt úgyis ismétlik. Szakítottunk, üzeni Levi papa. A BL döntőt úgyis ismétlik, ő Barátok köztől. Aztán, sziasztok Barátok közt, Tilda alakító Erdély tíme a Forever. Ó, tényleg. Igen, tényleg ilyen ő is volt. És még ezt írják, nekem Németh Kristóff volt a kedvenc, mikor ő eltűnt, utána nem is néztem. Hát, értjük. Kristóff fontos karakter volt, szerettük. Igen. Jó, hát akkor nézem is. Ez mi? Ennek, most itt olvasom a címét, de én meg azt se tudom, mi ez. Van ilyen dal? Ó! Te tudod? Igen. Na jó, akkor játsszál a hallgatóval, mert őt úgy hívják, hogy Ági. Szia, Ági! Sziasztok, öregek! Ó, Ági, nem vagy valami jókedvű, merre jársz? De, csak izgulok. Igen, csak ne, ha kihangosítón hallgass, mert akkor... Nem. De? Halló. Nem vagyok kihangosítón. Ez nem kihangosító? Nem. Akkor bocsáss meg, akkor ne haragudj, de nagyon úgy hangzott, annyira öblös volt és ilyen visszhangos. Na jó, figyelj, akkor viszont kezdjük el, én nem tudom, mi az a dal. Ezt most őszintén mondom. Majd megismered. De még a... Ja, tudom! Most már tudom. Mi? A szájról olvasok, mocskos, rohadék. Mit én kérkél? A magánéleti konfliktusaitokat ne adás alatt rendezzétek. Lacika elkezdte nekem sugni, és hogy próbáljam szájról leolvasni, és azt olvastam, hogy mocskos, rohadék. De ez egy üzenet volt, vagy a dalnak egy része? Ilyet még a Berkes Olivér se énekelne. Mosolyogi. A mocskos. Ja, elkezdhetjük, Ági? Igen, igen. Figyelj! A vigyorod felmelegít, elvarázsol, hidd el, hogy a holnap szebb lehet, gyere velem, le kell győznöd a nemet, hiszek abban, hogy egyszer átvészeled az egészet. Hú. Ismerős egyébként egy picit?
túlélem én, van műtőrem én. Nem értettelek. Nem, lehet csinálni még egyszer? Persze, figyelj. A vigyorod felmelegít, elvarázsol, hidd el, hogy a holnap szebb lehet, gyere velem, le kell győznöd a nemet, hiszek abban, hogy egyszer átvészeled az egészet. Na? Hagyd dal cím. Az eleje, vagy az eleje. Előadó. Igen, az eleje az jellegzetes. Na még egyszer? Még egyszer? Nem. Figyelj, megmutatom még egyszer, utolsó esély, oké? A vigyorod felmelegít, elvarázsol, hidd el, hogy a holnap szebb lehet, gyere velem, le kell győznöd a nemet, hiszek abban, hogy egyszer átvészeled az egészet. Tényleg nem könnyű. Ebbe volt az, ami felidegesített régen, ez az át kell lépni a nincset, ugye? Tehát ettől olyan hülyét kaptam, tehát megint egy ilyen szövegírói zsenialitás. Még így sem? Még egyszer? Még mit mond? Hát szofisztikáltabb a Google szöveg. Átlépném én a nincset, de nem tudom, hol van. Ja, egyébként Ági, honnan jött? Gondolom, hogy valamilyen ilyen közösségi megoldás volt, nem? Igen, suktak a kollégáim. Na, jól tették. Jó. Oké, na, hát akkor mit szeretnénk adni az Áginak? Minden. Nem, van egy jó haj, egy kulacs. Igen. Bocsizacsi. A többi meglepi, legyen így, köszi. Jó. Hívnak majd a címedért valamivel szépen. Később. Köszi, Ági. Köszönjük szépen. Szia. Hello. Van öröm. Az óvodában játszott. Van öröm a munkahelyen, így van. Na, hát mivel folytassuk? Force is with you, young Swalik Skywalker. Hát velem. Mert hírek jönnek. Bizony. Így van. Igen, 8 órakor. És, igen? És... Mondjad. Mély lélegzet. Csináld? Ez nem én vagyok. Force is with you, young Swalik Skywalker. Ez óriási. Imádlak. Na jó, hírek jönnek, azért hadd mondjam el, hogy a hírek után az eljegyzésekről lesz szó, mert ugye kétféle módja van ennek. Vagy a teljesen normális, diszkrét, egyszerű, igazából csak annyi, hogy megkérdezem, ő azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem, az az ő döntése, és pont kész. És akkor tudjuk, hogy mi van. A másik meg ez a túl kreatív, túl lihegett. Lehetőleg nyilvánosság előtt történjen, hogy tudja, hogy mit kell válaszolni. Pontosan, tehát, és itt most Matthew Perryről veszünk példát, ő Gyuri kedvenc szereplője a Jó barátokból. Ő játszott a Jennifer Aniston-t. Nem, miért szereted őt a legjobban? A Chandler-t? Igen. A legjobb volt a humora szerintem. A legjobb volt a humora, azért mondom. És képzeljétek el, hogy a 29 éves barátnőjétől most már 50 körüli lehet, vagy legalábbis a vodka miatt néz ki. Lehet. De hogy nem ez a lényeg, hanem most megtalálta a szerelmet, és teljesen egyszerű volt a lánykérés. Ez a megkérdeztem, ő igent mondott, pont, kész, ennyi. Tök egyszerű. Nekem ez a szimpi, teszem hozzá, de ugyanakkor rengetegen, nagyon-nagyon komoly, tehát itt például írja valaki, a feleségemet rendőr segítségével jegyeztem el, áligazoltatás volt, nem sejtett semmit, a végén előkerült a gyűrű, de szegény annyira sírt, hogy alig bírta kimondani az igent. Igen, de tehát miért kell halálra rémíteni nőket, miért kell leégetni őket nagy tömegben? Miért kell, hogy az étteremben mindenki elkezdjen bámulni? Pontosan, így van. Miért kell magad kitenni annak, hogy kapj egy nemet nagy nyilvánosság előtt? Rengeteg mindenről fogunk majd beszélni, az eljegyzésről, és nyilvánvalóan a ti sztoriaitok is érdekel bennünket, hogy mennyire volt kreatív, hova rejtették a gyűrűt, jó volt-e, örültél, nem örültél, igent mondott, nem mondott, igen, és majd elmondja Laci is a magáét. Így lesz. A hírek után jön... Force is with you, young Swalik Skywalker. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
8 óra 8 perc, itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek, hello Laci. Szia Bocsi, jó reggelt. Gyuri, szia. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt Anett, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello, minden rendben? Híreket sikerült komolyan? Komolyan, igen, de most gyorsan elmondok neked egy sztorit. Kaptam egy ismerősömtől egy üzenetet, és megkérdezte, hogy én piálok egyébként adásban. Írtam neki, hogy nem. Ezt írtad. What is with you, young Swalik Skywalker? Ezért írta ezt? Mi másért? Ez gyönyörű. Igen, na. Jó, jó barátok, megint egy sorozat, de nem arról lesz szó, nyugodjatok meg. Mindenki ismeri, jó barátok, abszolút kedvenc Friends. Mikor lett vége? Már 10 éve, ugye? 10 éve, de szerintem generációk nőttek fel rajta. Ja, 2004-ben volt az utolsó rész. Igen. És hát a rengeteg népszerű szereplő van, gondolom itt is lehet azonosulni, szeretni egyiket, másikat. Nekem egyébként Mónika volt a kedvencem. Nem tudom miért. Nem tudom, én... Szép volt, fekete hajú, tetszett. Én a David Ross. David Lee Ross, az a Vanillin énekese volt. Abszolút igazad van ebben a dologban. David Schwimmer, igen, aki Ross volt, mert annyira bárgyú tudott lenni, néha az nagyon szórakoztató volt. Tényleg, az tisztára te vagy. Dehogy is. A tudós karakter, de... Igen, a dinoszaurus kutató. Voltak ilyen rácsodálkozásai, nagyon bírtam. A kortbársony zakóval, ez te vagy. Ugye, hogy az tiszta Laci? Szerintem is. Hát, tehát, hogy a legértelmiségibb volt abban a brancsban, és mégis úgy nem tudta a saját világát, nehezen jött össze neki a szex, tehát tisztára te vagy. Igen, most már azonosíthatnánk a többieket is itt a társaságban. Ott van, nézd ott. Még a tekintet is, megvan. Na, Gyuri, neked meg Matthew Perry, ugye? Igen, ő volt Chandler, szerintem a legkirályabb humorra neki volt. Te vagy a jó barátok Bailey karakterét bírtad, vagy az, ami utána következett, leginkább? Nekem mindig az alkoholizmusára gondolsz? Igen. Nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy ő pont ilyen az életben is, mint a sorozatban, és minden képe, meg minden más szerepe is ezt adta vissza. Igen, nem? Hát akkor sikeres akkor valaki, akkor jó színész. Akkor a színész, hogy minden szerepében ugyanolyan. Na, és most képzeljétek el, hogy a bulvársat, hát nyilván ugye minden mozzanatát Matthew Perrynek, meg mindenkinek az életének megírta, de most azt lehet hallani Chandlerről, azaz Matthew Perryről, hogy eljegyezte 29 éves barátnőjét, Molly Hurwitzet, azaz Hurwitz, gondolom Hurwitz. Hurwitz. Így szólítja, Hurwitz. Hát gondolom Molly-nak szólítja talán. Hát, tehát nem az, hogy Hurwitz, hozzá egy kávét. Miss Hurwitz. Bár 29 éves vagy, is eljegyeztelek, de most már hozzá egy kávét, Hurwitz. Hát lehet, hogy így mókáznak egymás közt. Na, szóval ebben pedig az a különös, hogy nem volt semmi különös. És ez a szép ebben az eljegyzésben, hogy semmi extra nem volt, semmi felhajtás, semmi gics, hanem egyszerűen csak megkérte a lány kezét, és ő, ahogy nagyon kedvesen fogalmazta meg egyébként, hogy úgy döntöttem, eljegyzek valakit, szerencsére most épp a bolygó legnagyszerűbb nőjével járok. Nagyon helyes. Megdicsérte egyben, legjobb nőnek nevezte, és eljegyezte. Így van. Ennyi. Most ennek kapcsán mindenki elmenne ezen cikk mellett, nem? Semmi nem történt. De mi nem. Nem, mi nem. Azt gondoltuk, hogy miért van az, hogy a férfi a 99%-a megfeszül ezen téma hallatán, és valami igazi nagyszabású eseményt akar keríteni ebből. Amikor ezt lehetne tök természetesen csinálni, ez igazából nem más, mint egy kérdés, érted, hogy egyet értesz-e velem abban, hogy mi a jövőnket jogi formába öntsük, igen. Erről van szó. Erről szerintem van. Egyébként a nők miatt, tehát a nők ben, mi férfiak lehet, hogy feltételezzük azt, hogy van egy elvárás, hogy ez egy fontos dolog, az eljegyzés, és mi meg akarunk ennek felelni, hogy hát túlságosan. Jó, hát ez... Na jó, de ennyire? Figyelj, 2012-ben a Madács tér két épületére feszített valaki egy szerelmi vallomást ilyen óriási molinon, és azt szerette volna, hogy a párja megbocsásson neki, mert ugye félrelépett, és hogy akkor menjen feleségül hozzá, ha már megbocsátott. De viszont a lány megnezelte ezt a tervet, és még a környéket is kerülte, és az egész lánykérés az kudarcba fulladt, teljesen fucs, 5 millió forint ugrott, mert a molinó nyomtatásával, alpinistákkal, minden ezt kifeszíteni oda, tehát, hogy volt egy ilyen. Ügyes. Volt egy amerikai kosárlabda meccs szünetben, tudjátok, amikor pásztázza a kamerákat, igen. A kiss cam. Pásztázza a kamerák, a kamerák pásztázzák a párokat. Igen. És akkor kiszúrt egy férfit, az azonnal, amikor a kamera rajta volt, letérdelt a barátnője elé, és több ezer ember előtt megkérte a kezét. Viszont a lány, hát nemet mondott, és elrohant. Ez amikor a stadion így... És ez a fickónak ciki. Igen.
Na, szóval volt egy pár ilyen kínos téma is. Volt pasi sírt, apuka elrejtette a gyűrűt a dezodor kupakjába. Kreatív ötlet. Hova rejted a gyűrűt? Ugye ez is egy kérdés, hova rejtem a gyűrűt? Dezodor kupakjába, mint a csajának a dezodorjának a kupakjába, és azt mondta, hogy kéne már használni a dezodort. Hát, ez zseniális. Ki nem menne hozzá ahhoz a férfi, ez a kezdve, te fújd már be magad, Mari. Hát kb. Így történt, mert kisebb vita lett ebből, és hát tudtára adta a nő, hogy neki nem kell dezodort használnia. Érted? De kell. Jézusom. Büdös vagyok. Nem, csak... Tényleg, te hogy csinálnál? Mit mondanál, ha nem akarod lebüdösözni a párodat, de voltál annyira barom, hogy a dezodorba rejtetted, és ő abszolút nem akar dezodort használni aznap reggel. Mit csinálnál? Hogy veszed rá? De nem tudom, hogy ekkora kreténséget... Fúj be engem! Mutasd, milyen jó az illata. Igen. Na jó, szóval van egy rakás, most van egy gyűjteményünk gicsesből, még neked van valami? Meg egyébként a hallgatók is, neked van valami brutál gicses lánykérés itt a... Nem, hát ezeken is megdöbbentem teljesen. Tehát, hogy valaki ennyi energiát tesz bele, meg pénzt, az a durva. Hát az is pénz is, igen, kreatív energia. Szóval ugye két véglet van eljegyzés szempontjából. Van ugye a nagyon megtervezett, gicses, csinnadrattás, és van az egyszerű tényközlő. Ti melyik oldalon vagytok? Laci, nálad hogy történt? Nálam tök egyszerűen nem is volt eljegyzés. Annyira egyszerűen történt, tehát a házasságnak nem előfeltétele az eljegyzés. Egyébként nálunk egyébként maximum annyi volt, hogy volt egy ilyen úgynevezett kapcsolati gyűrű, mi így hívtuk. Tehát kapcsolati gyűrű? Együtt jártunk, mit tudom én, egy éve, akkor mind a ketten egy ilyen nagyon széles ilyen ezüst gyűrű, volt belőle egy kisebb lányverzió, meg volt belőle egy nagyobb fiú verzió, és akkor azt úgy hordtuk. De ennyi volt igazából. Jó, ezt akkor éppen megvetétek egy plázába, mind a kettőt fölvetétek, jaj, de jól néz ki. Aha, értem. Ennyi volt. De az a kérdés, amikor ti elhatároztátok, hogy azért házasságra léptek, az kinek a szájából hangzott el, és az mi volt? Hát a hozzám jössz feleségül? Ez volt a kérdés. Tök de miért kérdezted ezt meg? Mitől ültünk a kocsiban, és mentünk az IKEA-ba valami lapra szeret bútort venni, mert már együtt éltünk egy ideje. És nem volt téma? Kérdezted. Elfogyott? Vagy vagy remélted, hogy így ő fizet majd az IKEA-ba? Nem, hogy... Ha elveszem, tuti kifizeti a lapra szereltet. Jaj, annyira vágyom arra a kis asztalra. Hozzám jössz? De így kb. Hát körülbelül így volt. Azt hiszem már nem tudom, végigkapcsolgatunk minden rádiót a kocsiban. Nem azért, voltál ilyen antiromantikus, mert neked eleve férfiként ez kínos volt? De valahogy már tudnod kellett? Ezen nem is gondolkodtam, de az én feleségem az olyan, hogy prakkerrel verné a hátamat, hogyha én ilyen jeleneteket csinálnék. Nem tudom, mi egyszer egy étteremben láttunk egy ilyet, hogy valaki pont fagyiba rejtve volt a gyűrű, és így láttam a feleségem, most már feleségem arcát, hogy nézi, és utána rám néz, és azt mondta, hogy ha velem valaha ilyet csinálsz nyilvános helyen, akkor vége. Megértem. Tehát, hogy nem hozhatom ilyen helyzetbe, úgyhogy nálunk ez tök egyszerűen ment, és szerencsére nem is vár ilyeneket. Gyorsan integettél is a pincérnek, hogy vigye vissza a ti fagyik elheteket. Nem kell! Vidám! Mégse! Anett, nálad el tudom képzelni, hogy te kikövetelted ezt a romantikus kreatívot. Képzeld el, hogy most tévedsz. Egyáltalán nem. Az én eljegyzésem az piszok egyszerű volt. Ugyanilyen terpezben ültél akkor? Nem ültem terpezben, mint most. Az volt egy... Sétáltunk a négyes... Hol a gyűrű, hol a gyűrű? Tök mást akartam. Tök mást akartam, és eljegyzett. Ja, de hát tudjátok a sztorit. Nem tudjuk a sztorit. Ez volt? Vagy mi volt? Dehogy is nem. Mi egyébként sétáltunk éppen a Nagykörúton Gergővel, és ment a 4-es-6-os villamos, és egyszer csak odafordult hozzám, és kérdezte tőlem, hogy hozzám jössz a feleségül, és én meg azt hittem, hogy poénkodik. Uh-huh. És így elkezdtem nevetni, és mondta, hogy nem, ő teljesen komolyan gondolta. Nekünk gyűrünk se volt, meg semmi az ég adta világon. Tehát ő akkor kérte meg az én kezemet. Nekünk... A 4-es-6-os árnyékában? De, hát a járdán egyébként. Hogy jött a 4-es-6-os a képben? Most ezt... Akkor jött, tehát nem alig hallotta. Ja? Igen. Akkor még nem volt kombinó. Annyira, azóta is egyébként sokat nevettünk ezen, hogy nekünk nem volt ilyen puccos lánykérés. Tehát, és volt nála gyűrű, vagy ez csak egy kérdés nem, volt? Nem, az csak akkor egy kérdés volt, és utána vett nekem gyűrű. És te igen mondtál azonnal, igen. Örültél, igen. Volt azért valami meghatottság, könycsepp a szemedben? Nem, mert nagyon nevettem, mert kérdeztem tőle először, hogy te most viccelsz, és mondta, hogy nem, egyáltalán nem viccelek, tehát hogy tényleg szeretném, hogyha hozzám jönne a feleségül. És nekünk ennyi volt a lánykérés, tehát nem volt ilyen, hogy Párizsba elutazzunk, vagy bárhova, vagy még csak egy vacsora sem. Azért a villamosra felszálltatok utána, nyugtass meg. Nem. Azt is elengedtétek? El, bizony, el. Végig sétáltuk. Tehát, hogy nem, nálunk nem volt ilyen.
Hát Gergő nyilván azóta is köbdösi a 4-es 6-ost. Hát, na, ez... Nem. Hát miért nem voltok együtt? Hát valószínűleg tévedés volt ez a kérdés akkor. Egyébként nem gondolom azt, hogy most megbánta volna. Szerintem nem volt ez tévedés, nem jött össze, de nem volt ez semmi. Rendben. Na Kriszti, te egy nagyon érdekes csaj vagy, mert csendes vagy, ugye Ati a férjed, Ati itt van mellettünk egyébként, hogy és ugye most újra elkezdtünk együtt dolgozni, és akkor meglepetésszerűen közölted, egy kérdésre magadtól sosem mondtad volna, hogy egyébként ti összeházasodtatok. Időközben. Na, és ez hogy történt? Tehát ez a ti ötlete volt? Igen, az ő ötlete volt végül is, mert én úgy voltam vele, hogy ugye harcoltunk a kapcsolatért, nem voltam benne biztos, és úgy volt ezzel, hogy szeretné, hogy akkor én biztos legyek benne, hogy ő tényleg komolyan gondolja, és mondta, hogy akkor ő az egy éven belül meg fogja kérni a kezem, hogy akkor érezzem, hogy... Ezt mondta, hogy egy éven belül megkérem a kezed? És akkor eltelt az az egy év, vagy... Pont így a határán, előtte egy pár nappal, de annak volt valami? Tehát nem tudom, tálcán hozta a reggelit, ágyba, a croissantba benne volt, vagy... Egyébként majdnem így volt, pontosan. Na. Reggeli behozta, nem akart nagy felhajtást, csinált egy ilyen kis antipasztitálat, kis izé, sonkácskák, sajtocskák, szépen kinézett, behozta, és akkor... Az érdekes, hogy hozott mellé egy pohár bort. És nem értettem, hogy mit csinálunk reggel egy pohár borral. Hát, és kérdez a Gyurit. Jó, oké. Nem, ehhez nem kell elkérés. Én meg ezt nem értettem. Igen. És akkor azt hittem, hogy valami baj van, hogy akkor most ígyunk, vagy valami gond van. És elkezdtem gondolkozni, meg mondta, hogy nyuszi, esetleg így ránéznél a tálcára is, már hogy ott volt a dobozban. Hát a borral elmondta a figyelmedet. El, bizony. Kriszti azonnal ráugrott a borra. Többit félredobtam. És a tálcán volt ott a gyűrű? Igen, kis dobozkában. És azóta hordod az orrodban, ugye? Igen. Itt még félig látom. Még megvan. Na jó, ezek nagyon cukik. Gyuri, nálad hogy lesz, ha lesz? Te nem vagy ez a romantik, tehát azt pontosan tudom. Tehát te, ha ilyetre vetemednél, akkor ez az egyszerűség, igen, nem, döntsd el? Szerintem jó, ennél talán romantikusabb lennék, de gicses nem, az biztos. Tehát valahogy természetesen csinálnám. Szerintem tőlem ez is várható el, nem? A terv az alkalmazkodna-e a leendő feleséget karakteréhez, tehát hogy ő vélhetően vajon mit szeretne, vagy te ezt a puritánt végigtolod, akárki az? Nem, én akárki az végigtolom a puritánt. Tehát én biztos, hogy nem fogok lufikat eregetni, meg ilyen mexikói együttessel a hátam mögött szombréróban letérdelni, meg ilyen baromságokat. Tehát pedig az, az a mariachi zenekar az nagyon... Az te vagy. Mi? Az nagyon jó. Hogyha megkérnélek, hogy gyere és asszisztálja mariachikkal, akkor eljönnél? Hát, segítenél? Tehát egy ilyen köpcös mexikóinak lennék beöltözve álmajusztal egy szombréróval a fejemen, és ukuleléznék nektek. Lehet ilyet kérni? Ez mi volt? Nem, ez a Laci volt. Már ukulelézel? Azt te voltál? Azt hittem, megnyomtad az effekt gépet. Azt hittem, hogy csak itt Darth Vader. Laci a monitorra kirakott egy mariachi zenekart. Melyik vagyok én, Gyuri? Csak ez középső. A legkisebb, a legnagyobb hangszere. Egy Gyurito! Dévényi Tibi bácsitól megtanultam az egyik régi felvételből, hogy hogyan maszkírozott fehér zenészeket aztán afrónak, úgyhogy valószínűleg te is kapnál ilyen csoki vajat a fejedre. Nem, abszolút vállalom. Jó, Gyuri, tudod, mit vállalom? Tehát, hogyha azt gondolod, hogy basszus, akit most kifogtam nőt, ez nagyon imádja a kreatívot, nem tudok elmenni mellette, és akkor nyilván a mariachi zenekar lesz a döntésed. Vállalom. Ha olyan nő lesz, aki kreatívat akar, akkor jön a mariachi veled. De nagyon jó, hogy megcsinálod neki, mert akkor viszont cserébe te is kérhetsz tőlünk. Tehát, hogyha olyan helyzetben vagy, mit tudom, egyik reggel bejössz, hogy srácok, élőadásban majd itt a hetes témát a Szoboszlai Dominikkal dobjuk már, mert itt egy hívást kéne intéznem adásban. Nem? Ez nálad nem fordul elő? Hát gyerekek, ezt el tudjátok rólam képzelni. Hát eddig megúsztam. Miért ne? Hát én egyáltalán. Eddig mit miért ne? Hát azért Pordán Petrának láttuk a lánykérését élőadásban, tehát azért... Jó, de most jó dolgokról beszéljünk. Tehát, hogy... Igen, azért adjuk esélyt, hogy valaki boldogan él. De most komolyan, ezt ugye nem nézitek ki belőle. Hát nem. Én abszolút, hogy adásban megkéred valakinek a kezét, azt én nem nézem ki. Hát én igen, a meglepetések embere vagy. Az óriási szerelem téged is el tud vinni. Hát el.
olyan kapukat nyithat meg benned, és megígérhetjük a Lacival szerintem, hogy sírunk, ha megcsinálod. Gabikám, biztos, vagyunk veled, mellette. Hát figyelj, sírni én is tudok. Hát te inkább, de ez a két érzéketlen ember biztos nem sírna, ha én egy szombríról a fejemen valakinek megkérném a kezét élő adásban, bár nem tudom, a szombríról miért van rajtam. Az még a Gyuri után, tudod? A te helyezésedről még rajta van. De én is felveszem neked a szombrérót, ha ezen múlik. Ja, mert onnantól kezdve ezt a hordod. Ez a baj, adásban nem lehet a mikrofonhoz odahajolni szombréróban. Gyerekek, a letérdelés fontos. Azt nagyon sok nő elvárja. A ti térdelt, Kriszti? Nem. Nem, ő állt. Tehát te megfeküdtél. Elesett a tálcával a könyv. Te az IKEA-ban térdeltél? Amit a lánykéréskor. Igen, mert meg kellett nézni az egyik termékszámot az alján, és akkor így alulról, de ennyi. Ne, de hogy térdeltem? Nem mondom, ültünk a kocsibát, ott letérdelek, akkor kész a tömegkarambol a kivezetőn. Gyuri, te térdelnél, hogyha megjelennék már ilyecsiként? Akkor biztos, hülye vagy, akkor mindannyian. De ne előttem, hanem a... Tehát a... De mi előtte térdelnénk? Anett előtte térdel, ezt megbeszéltük. Jó, gyerekek, akkor tényleg én azt gondolom, hogy ha kreatív, akkor legalább ne legyen sablonos. Uh-huh. Ugye, mert most az összes sablont itt nagyjából felidéztük, ami van, de hogy például akkor ti hogy oldanátok meg, nem tudom, hogy ki akar kreatív lenni, hogy oldanátok meg a következő helyzeteket lánykérésre. Most egyrészt a kérdésem majd az, hogy csábítod oda a kiszemelt hölgyet, tehát milyen indokkal, hogy leped meg, hol van a gyűrű, és valakit még bevonsz-e a mutatványba. Oké? Okay? Tehát Gyuri, veled kezdjük? Vagy Laci veled? Mindegy. Jó, akkor a helyszín az állatkert, az oroszlánház, és jelen van még Lui a mágus. Tehát, hogy viszed oda a nőt, hol a gyűrű, és mi történik? Hát állatkertbe elcsalni az nem nehéz. Tehát állatkertbe egy programot lehet a hétvégén csinálni. Miért ne lehetne csinálni? Hát, ha ma azt mondanál a Kingának, hogy menjünk el az állatkertbe, te meg én kettesben, ő milyen arcot vágna? Hát... Gyere, Kinga, nézzük meg a majmot. Azt hiszem, ezzel a dumával hívnám egyébként. Igen, fura lenne. Ma már fura lenne. De hát akkor fiatalok voltunk és bohók is. Az állatkert, az miért ne lehetne egy jó hétvégi program egyébként? De a többi része meg tök könnyű. Tehát a Lui mágus... Bedobod a gyűrűt az oroszlánhoz? De hogy is. Lui mágus így hozza. Nem! Na ezt told meg, Lui. Nem! Megkérem a Lui mágust, hogy nyelje le a gyűrűt, és utána megkérem az oroszlánt, hogy szedje ki belőle. Ó, ez szép. Azt hittem, hogy megkérem a Lui mágust, nyelje le a gyűrűt, és megkérem a feleségem, hogy várjunk most egy pár órát. Figyelj, két nap múlva kiadja a gyűrűt a Lui. Aztán a lánykérés. Az oroszlán gyorsabban kiszedi. Amikor kiadja a Lui mágus, akkor meg. Gyuri, neked egy kreatív. A kelléke kígyóbőrcsizma, angol reggeli, napfelkelte, dabason. Úgy dabasra kell elcsalnom valahogy. Igen, tehát hogy veszed rá, meg hát hogy kerül elő a gyűrű, meg az egész hogy történik. Kígyóbőrcsizma. Napfelkelte, angol reggeli és dabas. Hát megmondom, hogy dabason van a legjobb angol reggeli, amit tudom, hogy különösen szeret. Kígyóbőrcsizma? Hát ott a kígyóbőrcsizmás pincér, talán ő lenne az, aki segítene ebben a helyzetben szerintem. El tud képzelni, hogy nem tudom, hogy ma ugye randizol. Tehát, hogy randi folyamatban vagy manapság. Jó, igen, oké. Mit mondnál a mai csajodnak, hogy hétvégén dabasra kéne jönni? Még egyszer. Dabas. Dabas, igen. Dabas. Hát az egyik legszebb város, amit ismerek. És ilyen hangon mondanál. Az egyik legszebb város. Kevesen tudják rólam, de imádom Dabast. De ezt fel kéne vezetni? Lehet, hogy napok előtte fel kéne vezetni, hogy egyébként beszéltem titkos szerelmemről Dabasról. Tehát, igen. És akkor már gyűjtenél a netről, nem tudom, képeket, stb. Milyen természeti táj van arra, milyen éttermek. Annyira más, mint a többi hely. Igen, kevesen tudják, hogy a környék Los Angeles, tehát Dabas. Egyáltalán közelemben van Dabas? Hol van Dabas? Itt van, Pest mellett. Ötös. Akkor igen. Ötösön, igen. Igen. Akkor a legszebb túraútvonalak ott vannak, Dabas, Alföld. Igen. És a kígyóbőrcsizma az a pincéren lesz? Vagy te Dabasra kiöltözöl? Ha nem találok pincért, akkor kénytelen leszek én felvenni azt a kígyóbőrcsizmát. Kígyóbőr túracsizmát. Jó. Ilyen kis karmokkal. Angol reggeli, a gyűrű hol van? Hát nem a babba rejteni, mert megeszi, az biztos. Hát felhúzom a kolbászra, mármint hogy az angol reggeli. Van az English kolbász. Igen, arra gondolok. Arra, az English kolbász. Arra gondolok, persze.
Hát, ha olyan az új mérete, akkor szerencséd van. Jó, gyerekek, azért mondom, hogy, hogy ez kreatív, nem? Abszolút. Na jó, és neked mondjuk egy disznóvágás. Mondom, hogy nem veszek részt eljegyzésekben. De most próbáljuk meg. Mint Mariachi, igen, jó, na mondjad. Na jó, disznóvágás, igen. Tülszoknya és fagott. Disznóvágás, tülszoknya és fagott. Fagott. Tehát rá kell vennem a nőt, hogy el kéne menni a disznóvágásra, tűszoknya és a fagottnak meg kéne jelennie. Tűszoknya mindegy kiveszi fel. Tehát a böllér is akár. Akár. Mindegy, hogy kifúj bele a fagodba. Malatom. Megvan. Oké. Tehát disznóvágásra elcsapítva, az nem olyan nehéz egy nőnek azt mondani, hogy disznóvágásra megyünk, nem? Tehát az, az valami jó, általában sok vidéki lány. Amúgy is szereti, szerintem a következő nőm vidéki lesz. És... és egy új játékot találtam ki a böllérrel, az én barátommal a böllérrel, aki... Hadd mutassam be. Igen, ő a tülszoknyás, ő a böllér. És hogy a, ugye a kolbászhoz fel kell fújni a beleket. Ha? Ugye nem? Tehát belefújnak, nem? A kolbászköltés előtt te voltál most, Lacika. És azt rákötném a fagotra, és eljátszanám az esti mese zenéjét. És közben fújódik a bél. Aha. A fagotra rákötött bél. És bekötöm, és akkor a tűszoknyás böllér a késével rátámad a felfújt bélre, és abból kiugrik a gyűrű. Bomba. Jó sok pálinka kell, hogy hozzád menjen, de... Hú, gyerekek, tényleg? Szóval én vagyok a legilyen, ilyen... A legmenőbb. Nem a legmenőbb, hanem most látom a képeket. Tehát ezek a barátaim? Igen. Ők lesznek a romantikusok, akik majd tapsolnak körülötted. Úristen. Na, Kriszti, örülsz, hogy megúsztad a kreatív ötleteket? Ezek után? Igen? Na, de hát a hallgatóinak egy csomó volt, és most erről fogunk beszélni. Meséljétek el, legyetek olyan drágák, hogy, hogy milyen gicses felhajtással próbálta a kedvesed megkérni a kezed. Abszolút jöhet olyan történet, amikor nagyon örültél ennek. Azt mondtad, hogy jaj, de jó, egy rendes lánykérés, vagy olyan, amikor azt mondtad, hogy na, ez sok. Na, ez sok. Igen, mondtál, nemet mondtál, mi volt az a brutál kreatív ötlet, jó? 0620-22-22-122. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 3-9 lesz 4 perc múlva. Hát, gyerekek, nem annyira örül karácsony környékén, megint Kaldenekker Gyuri barátunk, olyan helyes, tényleg egész nap, egész évben egy nagy fakanállal főzi a lekvárokat, és akkor küld belőle mindig kóstolót. De most nem, tényleg van hagymás, hagyma lekvár, azt imádom. Nekem ilyen kávés, megyes, balhé. Igen, nekem is van olyan is. Igen. Gyuri, nagyon köszönjük, ölelünk, mindig jól esik ez, mert ez olyan, mintha a nagymamám lennél. Igen, és évek óta mindig gondol ránk a igen, Gyuri, és igen. Köszönjük. Így van, nagyon köszönjük. Na, hát gyerekek, az eljegyzések, annyiféle van. Sziasztok, én vagyok a srác, aki az általatok ismertem meg a páromat. Az első héten volt, én vagyok a BKV, és nem tudom, emlékeztek rá, hogy ne. Nos, ha oda kerül sor, vagy a sor, elnézést, én a buszon fogom megkérni a kezét, és szeretném, ha az emlékezetes lenne, úgyhogy ti is ott lesztek velünk, Krisztián. Krisztián, tuti nem. Tehát... Nem. Hát pont most mondtuk, hogy milyen kellemetlenek ezek. Aztán, sziasztok, fiam, a Himaláján kérte meg a szerelmét, aki azóta már a felesége. Nagyon kalandos volt, Edith. Ó, ennél jobb helyszín egyébként, ezt erre nehéz licitálni, igen. Ja, mindig megkaptam, hogy nem lehet nekem gyűrűt venni, mert mivel nem hordok gyűrűt, nem lehet tudni, hogy mekkora méretű kellene. A tavalyi nyaralásunk során kaptam egy lila virágot az útszéléről tépve a túránk során felfelé a Megyerhegyi tengerszemhez, mire felértünk, a virág már kissé meghervadt. A párom elkérte tőlem, és miközben én nézelődtem, hajtogatott nekem belőle egy gyűrűt, és a virág gyűrűvel kérte meg a kezem. Így megoldódott a méret probléma is, és közösen el tudtunk menni olyan gyűrűt venni, ami tetszik, és amit a mai napig szívesen hordok. Facebookon inkább olyat írtak, hogy mennyire egyszerű volt a lánykérés. A férjem elvonszolt egy ékszerboltba 87-ben, megkérdezte, melyik tetszik, megvette, és az 1200-as zsigában felhúzta az ujjamra. Meg sem kérdezte, hogy hozzámennék-e, persze hozzámentem. De jó. A piroska. Tavaly egy szép nyári estén kimentem a kertbe, és az ablakon keresztül szóltam a páromnak, hogy jöjjön, mert békát találtam. Többszöri unszolásomra végre kijött, amikor tédre ereszkedve gyertyatömegben megkérdeztem, hozzám jössz? Üzeni Márk.
Megkeresztem, igen. Igen. Csillaghullást hirdettem a barátnőmnek, hogy mindenképpen meg kell nézzük. Előtte gyors kitérő a szüleihez, némi elemózsiát készített az édesanyja. Ezzel mentünk tovább az éjszakában, és bejelentettem, hogy az autóval van egy kis problémám. Kiszállnék meghallgatni, hogy mi ez. Mikor letérdeltem az autó előtt, hogy meghallgassam, akkor szóltam neki, hogy jöjjön segítsen. Húsleves lerakva padlóra jött segíteni, ott térdelve kapta meg a dobozban egy üdítős kupakot, amiben az volt írva, hogy lehoznám a csillagokat is az égről, és mondtam, hogy nézze meg jobban, mi van a kupak mögött, ahol volt egy gyűrű, természetesen egy meteoritból készült, üzeni Máté. Ez igen. A párom a nagymamámtól kérte meg a kezem telefonon, váratlanul ért, épp tömtem a párizsi is kenyeret, igent mondtam két nyelés között, ennek 9 éve, elévült már kezdheti előről, ugye Zsuzsa. Nálunk nem volt nagy cécú, a párom eladta a kis trabantját 10 000 forintért, az árából megvettük a két gyűrűt. Hazafelé egy útszéli árusnál vettünk egy hatalmas dinnyét, otthon felúztuk a gyűrűket, megettük a dinnyét, mint ünnepi ebédet, és utána közöltük a szülőkkel, hogy jegyben járunk. De ez már történelem 30 éve volt. Nekem a férjem aranyér műtét után kérte meg a kezem. Nem számítottam rá, mondtam neki, hogy semmivel nem tud felvidítani, erre letérdelt és előhúzta a gyűrűt, még jobban sírtam, mint a műtét után. Gondolj bele, hogy egy friss ánusz műtét után, amitől már eleve sír az ember, még rápakol egyet a gyűrűvel, meg ugye ez az arany, tehát ez a kis utalás a dolgokra. Semmi sem esett jobban egy ilyen ánusz műtét után. Így van. Arany. Mert van még, jó. Stewardessként dolgoztam sokáig. Egyszer fent a levegőben egy fickó odajött, hogy megkérdezze, megkérheti-e mindenki előtt a barátnője kezét. Nem engedtem meg neki. Kemény vagy. Helyes. Főni, racionális érvek döntöttek. Hozzám jössz feleségül, hogy megkapjuk a német családi pótlékot? Nagyon üzente. Jó reggelt, Istenek! Én mindig rágtam a férjem, hogy miért nem, hogy mikor lesz egyforma gyűrünk. Válasz, miért te is akarsz pecsét gyűrűt? Nem paraszt. De imádom, 20 éve és 15 éve házasok vagyunk, puszi a falvés lány. Hát ez a Kovász kettőtök kapcsolatában, ez az évődés, cívódás. Az milyen helyes, igen. Én gyökér módon úgy adtam át a gyűrűt, barátok, rokonokkal közös ebéden, mert eljegyzéssel gyűltünk össze, hogy mikor a vendégsereg kiment a teraszra dohányozni, beszélgetni, akkor odalögtem a feleségemnek a gyűrűt, hogy na itt van, aztán húzzák ki a többiekhez. Zavaromban voltam ekkora paraszt, de azóta is jót röhögünk ezen. Ja, hát az jó, ezek után igen mondott. Ja, Andi Luxemburgban annyit ír, hogy srácok, nem bírom tovább. Valaki vegyen el? Nem, szerintem csak röhög. Jó, köszönjük szépen. Mindamellett, hogy rengetegen küldtétek, hogy játékra szeretnék jelentkezni, ezt akkor érdemes, amikor meg is hirdetjük, és ez most történik. Tehát az OMV szuperpontokat bocsátott a rendelkezésünkre, és némi készpénzt. Egy egyperces kvízjátékban két játékos adásba kerülhet, a válaszok ugye mindig más pénzt, vagy más pontot érnek. Így van, folyamatosan emelkedik. Első kérdés 100 pont, második 200, és így tovább 500-ig. Emelkedik, aki a több pontot gyűjti, az átválthatja ezeket a pontokat készpénzre. Itt pontosan megvannak a határok, 25, 50 ezer vagy 100 ezer forintot lehet nyerni. Pontosan, na jó, hát akkor most SMS-ben kéne jelentkezni erre a játékra, azonnal visszahívunk, egy dal van, hogy megtaláljuk a két játékosunkat, és rögtön jön akkor az OMV Mikulás játék. Figyeljen! Jön az OMV Mikulása! Nyerjen tőle akár 100 000 forintot a Retro Rádió új ébresztő műsorában. Ez a Bocskor! Bocskor! Ó, hát ez már tiszta Mikulás hangulat, nem? Magát a Miki bácsi. Nagyon-nagyon rendben van. Na jó, hát ez az a játék, gyerekek. Akár, mint egy tegnap bebizonyította az egyik játékosunk, simán így ment végig a kérdéseken, és azonnal elvitt 100 000 forintot. 1500-ig nem is kellett neki egy perc. Jó, elmondom a játék szabályokat, ugye szuperpontokat lehet gyűjteni. Egy kérdés, az első kérdés 100 pontot ér, a második 200-at. 300, 400 és 500. Pontosan. És akinek a több pontja van, ezeket a pontokat átváltjuk nagyon gyorsan, és emögött ugye összegek rejlenek, vagy 25 000, vagy 50 000, vagy 100 000 forint. Egy perc játékidőnk van, és ugye 5 kérdésünk. Így van, két játékosunk van, és nagyon fontos, hogy mindig a neveteket majd mondani kell. Barbie, itt vagy velünk? Szia! Igen, itt vagyok, sziasztok! Hello, jó reggelt! Barbie, értetted a játékszabályokat? Igen, teljesen. Oké, és tudod, hogyha válaszolsz, akkor azt mondod előtte, hogy Barbie, és úgy válasz, jó? Csak úgy érvényes. Igen. Jó, rendben. Jó? Tehát kinek a születésnapját, ez még nem a játék, kinek a születésnapját ünnepeljük karácsonykor? Barbie? Azt mondtad, hogy ez még nem a játék, nem is fog válaszolni neked a Barbie. Ez most egy teszt lenne. Barbie? Itt vagy? Barbie?
Pedig itt van. Igen, itt vagyok. De megijedtem. Én is. Hát itt, na minden, akkor már kérdezek valami mást. Mutassuk be Barbie-nak a másik játékos. A másik játékos pedig Dávid. Szia Dávid, hello! Szép jó reggel, sziasztok! Hello! Hello Dávid, szia, jó reggel! Na, mit ünneplünk karácsonykor, Hát Jézusnak a születését. Ez világos, de azt kellett volna mondanod, hogy Dávid Jézusnak a születését. Izgulok. De igen, de ha ezt nem mondod, akkor kész. Bukta, elásod magad, véged. Tehát nem tudok, nagyon csúnya dolgokat tudok csak mondani rád. Barbie, te is értetted, hogy először azt mondod Barbie, és úgy válaszolsz? Igen, csak az előbb valamiért elhalkult a telefon, amikor nem értettem, azért nem válaszoltam. Ja, értem, bocs. Oké, akkor ez egy technikai volt. Tisztában vagytok mind a ketten? Igen. Mindennel? Csak azért, mert el fog indulni az óra, egy perc lesz, 5 darab kérdés. Oké? Kezdhetjük. Felkészültetek, Gyuri és Kriszti írja a pontokat. Oké, akkor indul az egy perc. Na, milyen intézmény a Harry Potter könyvekben szereplő Azkaban? Dávid Börtön. Nagyon jó, szuper. Melyik énekes lemeze a Thriller? Dávid Michael Jackson. Szuper. Milyen színű drágakő a zafír? Dávid kék. Szuper. Honnan kapta a nevét a Bach csomópont? Barbie, itt vagy? Igen. Bach csomópont. Minek a rövidítése? Honnan kapta a nevét? Bach. Jó, nincs passz, akkor az idő megy, ha csak valaki nem, akkor meg fogunk állni háromnál, még... Budapest, Barbie, Budapest nagyforgalmú közlekedési csomópont. Nem. Sajnos nem. Ez lett volna... Zeneszerzőről, Bachról, zeneszerzőről... Nem Johann Sebastian Bachról, hanem a Budaörsi út, az Alkotás utca és a Hegyalja út kezdőbetűiből. Semmi baj, Barbie, maradj a vonalban, mert vigasz ajándékod lesz. És hány pontja van Dávidnak? 600 pontot gyűjtött Dávid. 600 szuper. Pontod van, 600 szuperpontot, és ezt most átváltjuk a nyereményedre. Gratulálunk! Az önnyereménye 50 000 forint az OMB felajánlásával. Na, hát azért ez is rendben van, nem? Három választa teljesen maga biztosan adtál, vagy három kérdése választ, és ez 50 000 forintot ért. Szuper? Az OMV, elnézést, OMV jó voltából. Gratulálunk, Barbie, neked pedig egy... Köszönöm szépen. Neked egy OMV ajándékcsomag jár. Barbie, OMV sátizsák, jól megpakolva, autós kellékekkel, bögrével, finomságokkal, mindennel. Bocsánat, lehetne egy extra kérésem? Nem hiszem. Hogy az OMV-s ajándékot bocskoros csomagra cserélni lehet. Hát nem, ez nem lehet cserélni. Tehát, nekem az nagyobb vigasz ajándék lenne, és már annyira régóta szeretnék nyerni, és játszani, csak sosem sikerül, pedig minden nap próbálom. Jó, egy bocsizacsit hozzádob. Jó, egy bocsizacsit hozzádob a Gyuri, mert jó szívű. Rendben van, oké, köszönjük szépen. Köszönöm jó. szépen. 50 000 forint a tiéd, Dávid, hívnak majd a kollégák. Köszönöm szépen. Szuper, óriási okay, voltál. Köszi. Köszönöm szépen. Sziasztok, hello. Na. A klasszikus válasz. Johann Sebastian Bach. Igen, ez a klasszikus igen. válasz, egyébként tényleg. Így kevesen van. Tudják, hogy igazából Haydnről kapta a nevét. A Budaörsi út, az Alkotás út és Haydn. Értem, rendben van. Jövünk vissza nem sokára, és futballos lesz egy picit az a következő 10 perc majd, mert először is, hát Horthy Gáborral beszélünk nyilván, szegény Maradona. És ugye most nyilván itt lehet találgatni azt, hogy hát itt van a másik futball zsenének mondod Argentin, ugye Messi. Aki nagyon szépen emlékezett meg Maradonáról egyébként egy régi mezzel. Mint ahogy mindannyian egyébként, azt kell, hogy mondjam. Ronaldinho volt az egyik leghelyesebb, a brazil Ronaldinho. Igen. Szóval, hogy vajon Maradona nyomdokaiba léphet-e, érhet-e Messi? Nem a teljesítményét illetően gondolom én, hanem az a kultikus. A jelentősége. Igen, szerintem nem egyébként. Na jó, aztán jön Budapest az FC Barcelona, itt is kérés, hogy Messi jön-e, általában ez ma dől el, hogy Messi játszik-e. Aha. És hát ugye a Fradi ellen, és az is érdekes, hogy ezt nem tudom, hallottátok, hogy az FC Barcelona meghirdette a honlapján vagy a Facebook oldalán a mérkőzést, akkor egyből Bukarestet írt be. Tehát mindig ez a klasszik Bukarest-Budapest összetévesztés. Igen, a Bach csomópontnál Bukarestben. Ez a nagy hír. Horthy Gábort hívjuk a hírek után. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 9 óra 14.
Bizony, ennyi a pontos idő. Jó reggelt, hello Laci! Szia, bocsi! Jó reggelt, drága hallgatók! Hello Gyuri, szia! Jó reggelt, sziasztok! Anett, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Egyébként ki békültél már a Darth Vader-es szerepeddel? Tehát most már megszeretted? Mert mi nagyon? Hát az a lényeg egyébként. Én meg hozzá fogok szokni szerintem. Kicsit ilyen, nem tudom. Mi jobb lett volna a tökéletes? Hát figyelj, én azért törekszem a tökéletesre. Há, mi meg ezt szeretjük. Force is with you, young soul, Skywalker. Ó, én ezt beállítom csengő hangnak, Anett. Jaj, ne! Szépen nem, mintha fölhívnál bármiért, de... Hát, hogy a Star Wars alázenével még tökéletesebb az egész. Na, mindegy. Ó, szerintem csináljuk meg úgy. Hát, várjál. Hát nem gond, Anett, nem gond. Figyeld a jobbocskorú kezét. Megcsinálom neked, persze. Force is with you, young Swike Skywalker. Ez gyönyörű. Jó. Komolyan mondom, hogy már elhiszem, hogy azt hiszik, hogy fiálok. Hát nem ő, hát ebből nem, de aki hallotta, hogy ötödször nekirugaszkodtál, és nem bírtad kimondani, szerintem ő hitte azt, hogy azért elvitte a kis baracka zsebedben. Erre szokták utólag nyilatkozni, Anett, hogy kiragadták a szövegkörnyezetből. Igen, teljesen az. Jó, közlekedési hírünk van, M5-ös Budapest felé, Albert Irsa előtt baleset, a várakozási idő 100 perc. Így. 100 perc. Lehet, hogy Mávos kollega írta, ők szokták így írni. Egyébként igen. Na jó, akkor erre figyeljetek, tehát M5-ös Budapest felé Albert Irsa előtt. Köszönjük szépen, és nagyon nagy izgalmak vannak itt futball terén, tehát szerintem folytassuk a Gáborral. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor. Hello, jaj! Mindegy, most már maradjon ez. Ha megfelel ez az alázene, Gábor, szia, jó reggelt! Itt vagyok a parancsnok. Mit akartok? Post this video, young Swike Skywalker. Tehát még te is beálltál a sorban, tehát ezt sem is hiszem el. Na jó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hú, Gábor! Fú, annyi mindenről kell beszélnünk, rengeteg mérkőzés van, ugye itt előttünk, a legfontosabb mérkőzés, amiről beszélnünk kell, az a Magyar-Izland meccs. Ez ma van. Pocsi! Igen. Igen, a női. Ahol a te igen. Pici lányod ott van a kezdő csapatban, a Horthy Bogi, bizony! Óriási! Jaj! Istenem! Bocsi, aranyosak vagytok, cukorfalatok vagytok, be akartam hozni én is a témába, és azt beszéltük Somogyi Zsolttal, aki nyilvánvalóan a hírvívő volt, és a Nemzeti Sport kitűnő újságírója, ha gólt rúg, minimális az esély, kimegyünk és megállítjuk a négyes villamost. Bármeddig. Jó este 8-ig. Ja, este 8-ig. A Gyuri szokta ezt csinálni, de veszélyes, nem Gyuri? Veszélyes üzem. Igen, jó, hogyha nem ketten vagytok, csak az úgy többen leszünk, az jobb. Így van. Na, így hát figyelj, nagyon-nagyon drukkolunk. Mindig elfelejtem, Bogi milyen poszton játszik? Belső védő, és ez lesz kezdőként az első válogatottsága. Benne lesz a tévébe. Jaj, de jó. Tehát ő gyakorlatilag a Boateng. Hát egy kicsit fehérebb, kék szeműbben. Akkor rád hasonlít. Igen. Na, hogy tiszta Boateng. Na jó, nagyon drukkolunk egyébként. Ilyenkor apa még ellátja a tanáccsal a lányát, dumáltok-e, mentem egy órával a meccs előtt, vagy ebből teljesen kizárt téged? Tegnap, hát nagyon klassz. Állj te, bocsi, annyira repes a szívem. Tegnap fölhívott, apa, beszéljünk még, ezt meg kell tárgyalnunk, mi legyen, hogy legyen. Fölhívtam szakértőket, Rutka Janit, Acél Zolit, hogy mit tanácsoljak, akkor én is előálltam. Aztán este még küldtem neki egy üzenetet, és most délelőtt is küldök. Hát egy órával a mérkőzés előtt, ha fölveszi a telefont, akkor szerintem ki is kerül rögtön a kezdőből. Hát aha, az jaj, igen, nem igen. Lehet megtenni. Igen, szóval majd még küldök neki egy biztató üzenetet, és hát ő most úgy készül, ugye fizioterapeutának tanul, hogy belemerült az oktatási anyagba, és így próbálja meg elhessegetni a gondolatait. De gondolom azért ma összeszorul a feneke. Az enyém is.
Jó, hát most ilyen részletekben nem akartuk tudni, hogy mi szorul. Nem az izgalom miatt. Nyilvánvalóan. Nem, hát nagyon-nagyon drukkolunk. Hány órakor lesz? Csak azért, hogy bele tudunk-e nézni. 15:30, és az a helyzet, hogy nem gyönge az ellenfél abban a sorozatban, illetve abban a csoportban, ahol a magyar válogatott játszik, 5 győzelmet hoztak össze, 1 döntetlen és 1 vereség. Magasztos kihívás. Így van. Nem baj, drukkolunk, hajrá. Jó, most nézzük a többit. Van. Gábor, na, nézzük a többit. Nem is tudom, hol kezdjük. Messi, vagy Barcelona, vagy Fradi, Budapest, Bukarest, nem tudom, hol kezdjük a történetet. Ez nagyon meleg volt, ez nagyon meleg volt. Bekeverték Bukarestet, hogy ide jönnek majd a srácok. Képzeljétek el, 1300 hozzászólás volt. Annyira főlegesedtek a magyarok, hogy volt hunozás, revolúció, szőrös talpúzás. A többiről nem beszélek, mert akkor azt kikapcsolnak a rádiótól, nem a HH-nál. És az az egészben a legérdekesebb, hogy Kubala László, aki a Barcelona egyik legendája, játszott a Ferencvárosban is. Uh-huh. Nincs ott egy ember, aki megkérdezi, hogy te figyelj már, ez most Bukarest vagy Budapest? Erre nem voltak képviselők. 50 percig kint hagyták. Őrjöngött Magyarország. Sőt, még egy kínai ember bizonyos, Wong Kin Moon is fellázadt, és bemondta, hogy a gyerekek, ti tényleg ilyen hülyék vagytok? Hát igen, ez egy, én nem tudom, lehet, hogy van egy ilyen, nekem is az iPad-emen van olyan, hogy elkezdek egy szót, és ő befejezi helyettem. Úgy, valószínűleg ez történt, de most ez, hogy Bukarestet Budapesttel összekeverik, ez olyan, mintha Katalónia fővárosa Madrid lenne. Tehát ez annyira izgalomba hozott. Ezzel embereket kéne visszavágni. Így van, úgy, ezzel kéne úgy, visszavágni. Úgy. Hogy kirakni a spanyol zászlót. Most ők jönnek ide, ugye? Nyilván a katalán zászlóért van oda mindenki. Kirakni a spanyol zászlót, és kiírni, hogy Welcome Madrid. De várjál, Katalóniában úgy szidják egymást az emberek, hogy mi van, spanyol az anyád? Ja, persze, abszolút. Én tudom ezt a nagyon-nagyon komoly ellentétet. Itt vissza lehetne őket alázni. Hát igen. Mi a helyzeteik? Most nyilván oké, ezt félreírták, hát persze az ember legyen erre érzékeny, hogy ne én is az lennék. De most visszatérve Messire, illetve nem is tudom, hogy visszatér. Tehát, hogy Messi ugye nem teljesen volt világos, hogy ő most játszik-e a Fradi ellen, vagy sem. Hát igen, ez még elég komoly titokzatosság ebben az ügyben, mert hogy... Hát ugyan a legutóbbi bajnoki mérkőzésen szerepelt, és meg tudjátok, megemlékezett Maradónáról, hogy felhúzta a mezét, és alatta Maradónának egy régi csapatának a trikója volt, és ezzel emlékezett rá, emiatt meg is büntették 3000 euróval, szerintem küld 5000-et a szövetségbe, vagy a többiből meg ígyatok meg egy kávét. Persze. Szóval, igen. Szóval, hogy ő eljön, hát nagyon fontos lenne a csapatnak is ez a siker, mert hát... ugye a Bajnokok Ligában is bizonyítani kell, nagyon nagy a tűz a csapat környékén, az elnök választással Messi jön, megy, marad, sorozatban sérülnek a játékosok, borzasztó, szóval ott most hatalmas a felfordulás. Hát egyébként ez még lehet egy esély, és én most nem tudom, hogy beszéltünk-e azóta, azt hiszem, hogy beszéltünk, de a múltkori mérkőzés a Ferencvárosnak a Juventus ellen az kimondottan egy szép játék volt, hogy most ekkora fejben, pszichésen lerongyosodott Barcelona jön ide esetleg Messi nélkül, akkor én lehet, hogy úgy azt mondanám, hogy befér egy-két gól, nem? Hát akkor igen, ez egy ilyen nagyon erős elképzelés. A védekezésre kellene figyelni, ráadásul ott az utolsó pillanatokban, mert ott rodjak meg. Ráadásul, ha még hozzátesszük, ugye, hogy Barcelonában abból a 4 gólból 2 ki nem kényszerített hibából jött be, hát akkor talán még ez erősítheti ezt a vonalat, amit mondasz. De hát az tényleg hatalmas nagy, az nagyon nagy durranás lenne, hogyha itt mondjuk egy döntetlennel elkapna a Ferencváros a Barcelonát. Sokat kell tenni lelkesen, alázatosan és jókedvel kell játszani. Hát amíg még itt van a tokmák, addig a mindig könnyen fáradó Pikét azért le lehet győzni ilyen párharcokban. Igen, aki ráadásul elment Bukarestbe, és kézzel megy hazafelé, és Shakira megkérdezi, hogy na milyen volt Bukarestbe. De ugye vagy? Hát én Budapesten voltam. Hol voltál? A takarodja a házból. Tök mindegy, csak a Shakira kérdezzen. Ennyi. Igen. Igen. Milyen magas rögtű beszélgetések lehetnek egyébként Shakira és Piqué között ott a Barcelona-i villában. Igen. Szóval az van, hogy Messi lehet, hogy kihagyja ezt a mérkőzést, és amire nagyon jól ráéreztél, hogy ennek a fiúnak, ennek a tokmaknak az itt léte, hát az elég bizonytalan. Úgy ugrál fel az ára ezen a Weltfussban, pontosabban Transfermarkton, hogy jó, borzasztóan. Hol tart egyébként, hogyha véletlenül láttad a számot? Én egy 500 000, vagy már 500 000 eurónál megálltam, de szerintem az már egy kicsit fölkapaszkodott, az már több.
Az már több, aha. Az már több. Így van, így van, így van. Tehát nagyon-nagyon tehetséges, nagyon ügyesen mozog, és hát, hát múltkor is ugye az ő előkészítése után született az albán fiúnak, az Uzuninak a találata. Abban milyen érdekes volt, hogy ő meg úgy örült, mint CR, Cristiano Ronaldo, tudod így? Az óriási másolás volt. És utána ugye CR is rúgott egy gólt, már mint Cristiano Ronaldo, és akkor ő már nem merte kopírozni Uzunit. Hát azért, hogy ki kopírozott kit, azt tudjuk, de ebben humor volt ez a lényeg. Hogy ebben humor volt. Így van, és a portugál isten ilyen kezelte, még Messit is cseréltek, szóval nagyon érdekes jelent volt. Egyébként az internet megőrült Uzuni örömétől. De egyébként most itt nálunk látok, mert Laci itt vizuálba kiteszi nekünk éppen Messi képét, és ez a sokadik kép, amit látok Messiről, hogy nekem miért az az érzésem, hogy ennek teljesen üres az agya. Ez csak a tekintete, vagy nagyon tévedek? Bocs, én gondolkodtam is itt a Maradónával kapcsolatban, nagyon sokat kutattam. Az a helyzet, hogy ez a fiú 16 éves kora óta egy ilyen burokban él. Tehát ő már akkor megcsinálta a lockdown-t. Bevitték oda Barcelonába, pontosan megcsinálta a karantén. Én úgy gondolom, hogy ő egy borítékot nem tud bedobni. Nem azért, mert buta, hanem mert nem volt rákényszerítve. Lehet, hogy ez az igazság, igen. Biztos. Nézd, bocsi, pálya és a családja között mozog. Ő már nem szeret az emberek közé járni, mert tudja nagyon jól, hogy akkor ott ő nem maradhat életben. Egyébként ezzel meg is válaszoltad azt a kérdést, amit nyilván most sokan feltesznek a világban, hogy vajon Messi Maradona nyomdokaiba érhet. Tehát Maradona maga az ember közeli figura volt. Hát pont az ellenkezője. Igen, és Maradona is, rengetegszer nekik szegezték ezt a kérdést, hogy ki a jobb. A Messi azt mondta, hogy ő Maradona videókon nőtt fel. Jorge, aki Messinek az apukája, azt mondta, hogy csak ezt nézte, csak így akart lenni, úgy akarta, mint Maradona. Azt nem mondom, hogy azért játszott ballábbal, mert Maradona is ballábas volt, hanem mert azt így adta a sors. Maradona viszont egy kicsit visszafogottan nyilatkozott. Azt mondta, hogy tisztelik egymást, örülnek egymás jelenlétének, de nem barátok. Képzeljétek-e, volt egyszer, hát hogy mekkora már... Na, az a lényeg, hogy Maradona imádta az életet. Bizony. Messi pedig meg szerintem csak ilyen felszínesen érinti. Volt egy sajtótájékoztató, hát ezt el kell, hogy meséljem, egy ragyogó írásból értesültem erről, ahol eléggé felkérdezték Maradonát. Szóval nem volt egy finom a stílus, és az volt mondta Maradona, hogy te így gondolod, úgy gondolod, amúgy meg lepippanthatsz. Szóval ez volt. Messi ilyet nem fog csinálni. Hát igen, de azért más korok is voltak, de teljesen más egyéniségek. Gábor, ne kell, hogy fejezzük, akkor drukkolunk ma lányodnak, Boginak, illetve hát a magyar női, magyar futballválogatottnak, Izland ellen ez az első. Holnap nyilvánvalóan, amit tud a Ferencváros, hozzon ki ebből a játékból, a Barcelona ellen kíváncsiak vagyunk, hogy Messi a pályára lépe, és jött egy információ, hogy Tokmak már 3 millió eurónál tart. Jó, akkor jól beragadtam. Figyelj, az lehet még a mentség, hogy tényleg elmennek Bukarestbe, nem jelennek meg a pályán, azt akkor a Fradi a 3 pont. Ja, de ez a másik. Így van. Ez a másik, ez lenne a megoldás. Amikor a Barcelona nem törli ott a, nem tudom, a kártyákon, vagy és a pilótának azt mondják, hogy akkor irány Bukarest. Ma este játszunk. Óriási lenne. Gyerekek, ez nem az Otopeni repülőtér, de hát ide jöttünk, azt mondta a kapitány, ez Budapest. Bizony. Így van. Köszi, Gábor. Ciao, szia, Horthy Gábort hallottuk. Jaj, Istenem. Valaki azt mondja, hogy Messi Asperger-szindrómás, hát ezt most nem tudom, honnan veszitek. Nem tudom, hogy ez diagnosztist azt állítottad föl, vagy ez... Nem tudom, hogy ki, én ezt még nem olvastam. Erről még egyébként nem olvastam, de tényleg mindig olyan üres a tekintete nekem, ez mindig olyan gyanús volt, és igaza lehet a Gábornak, hogy pont ez, hogy annyira burokban élt, hogy ahogy ő fogalmazott, hogy egy borítékot nem tud bedobni a postaládába. Nem tudta elindulni. Mindent megcsináltak helyette. Hát nem is tudott elindulni az érdeklődése semmi más felé. Tehát voltak a családi együttlétek, meg a foci. Viszlát. Ezen kívül nyilván az autó belseje az érdekli, tehát a fogantyú, a izét, mert ezt látja a világból. Így van. Na jó, ennyit erről, köszönjük szépen, és jövünk a mai nap legjobb pillanataival. Hát itt volt egy pár. Volt kora reggel, ugye Laci rovatában az, hogy Lacit nagyon lenyűgözte Darth Vader, illetve nem is csak Darth Vader, mert nyilván ő szerette a Csillagok háborúját, hanem az, hogy ugye elhunyt a Darth Vaderbe bújt szereplő, és ennek kapcsán egy picit a figuráról beszéltünk, kiderült, hogy nem is az eredeti hangja, tehát nem a szereplő hangja szerepelt a filmben, hanem ez egy másik hang volt, és aztán hirtelen Anettre váltottunk, hogy vajon a Darth Vader hang az kijön-e belőle is. Hát szerintem ő a magyar Darth Vader, ezek után ezt kijelenthetjük. És egyébként beszélgettünk a barátok
eszköztről is egy picit. 22 év után vége van a sorozatnak, és óriási figurával, Kertész Gézával, azaz Német Kristóffal beszélgettünk. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 10 óra lesz 5 perc múlva, hát ez a műsor is megtörtént, ha jól emlékszem, mintha Kecsubá írta volna, hogy a 66. volt ma. Nem tudom. De van egy ilyen SMS-ünk, hogy Bless. Bless, ez egy izlandi viszlát, üzeni a McLarenes nekünk, és hát ugye Horthy Gábor lánya, Horthy Bogi játszik ma a magyar válogatott színeiben az izlandi futball, női futball válogatott ellen, és nagyon drukkolunk neki, és akkor itt egy Bless az abszolút helytálló. Viszont akár hiszitek, akár nem, az összes záró SMS az mind Anettel kapcsolatos. Komolyan? Igen. Tényleg? Ilyenek jönnek, hogy ez szenzációs. Anett, a mai adást sokszor hallgatom vissza, azt tuti, Egolbert üzente. Anett nagyon jól belejött, üzeni a szlovák lány, vagy Anett Skywalker, fegyelmezd az alattvalóiad, és szárnyaljatok tovább a rádiózás univerzumában. Élmény volt a mai reggel is, köszönöm, üzeni a faldoktor. Imádunk, Anett. Sziasztok, hatalmasak vagytok, folyik a könnyem nekem. Anett, már a csengő hangom, ölellek benneteket, Laci. Már megvan. Nagyon jó. Jó. Hát örülök neki. Látod, hogy te nem is sejted, hogy mivel lehet sikert elérni. Nem, egyébként a táncnál is, ott is rémüldöztem. Jó vagy ezekben, hangutánzás, tánc. Igen. Abszolút jól megy. Igen. Na jó, hát remek volt, Anett, köszi. Puszi. Hello, puszi. Puszi, with you, young swag, Skywalker. Akárhányszor meghallgatom, én is röhögök. De nincs olyan, hogy elég. De tudod, mit mondtam neked? Hogy amikor mentünk kifele, hogy ezek után legyek én a hét dolgozója vasárnap, vagy pénteken. Igen, ez milyen kellemetlen, amikor valaki kiköveteli, nem? Mm-hmm. Jó van, de nem leszek. Sajnos így nem lehet a zsűrit beszorítani. Igen, de vasárnap lehet. Vasárnap. Na jó van, akkor Iza következik, ugye ő vált most. Jön bennünket. Utánunk, így van. Pontosan mi holnap reggel jövünk vissza, reggel 6 óra után pár perccel, és valami újat produkálunk. Ezt most fogjuk majd a Laci által rendelt tonhal saláta mellett eldönteni. Mert nagyon várom. Én is, Gyuri, akkor léci. Viszlát! Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Hétfőn 6-tól folytatódik a Retro Rádió vadonatúj reggeli sója. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján.